Uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Drága hallgatók, hello Feri! Hello! Szevasztok! Jó reggelt! Kellemes faszakkendet mindenkinek! Köszi szépen a megérkezett bizalmat! Igen, nagyszerűek leszünk ma is! Mit akartam? És kasza is! Figyelj, elmegyünk! Tegnap este megnéztem egyébként! Na, és milyen volt? A kaszát! Tényleg? Gyerekek! A vendég volt a Karamella, és olyan bulit csaptak, hogy le a kalappal a Tibi előtt, írtam is neki SMS-t, gyerekdalokat kellett énekelni Michael Jackson nótára. Én sírtam. Ez annyira hülye volt a Tibi, remélem még nem hallgatja, hogy megdicsérem, mert azt nem szeretem szembe. Nagyon-nagyon zseniális. Zseni volt a csávó. Tudjátok, hogy Tibivel kapcsolatban mind a hárman visszafogottan fogalmazunk adásban, igen. De most azt kell mondjam, hogy nagyon jó volt. Jó, csávó. Ez még műsor? Hát akkor showja. Ja, az showja. Van még? Persze, az van még. Én azt nem ide, miért mindig a reszlit hozza? Majd ma megbeszéljük. Ott olyan jó témák vannak, igen, miért nem hoz ide is valami jó? Ne, én nem láttam, én akkor már beájulok. Ez 10, 10, fél 11, hát nem? Ez majdnem 11 volt már, igen. Na, majd belenézek egyszer. Hát ha ezt tudod, mert ez viszont, tehát ezt már tudom neked mondani, hogy ez jó volt. Ha vissza tudod valahogy nézni, aha, akkor nézd meg. Az volt, hogy a zenekar nyomta a Michael Jackson dalokat, és a Karamellnek pedig a boci-boci tarkát kellett ráénekelni, de besírtál, és utána a Tibi meg visszatért a Michael Jackson eredeti dallamához, de írt rá szöveget. És nagyon jó, aha, volt. Nagyon. Na, ennyit a fényezésről. Na, de elmondjuk neki személyesen, jó, nem? Na jó, dicsérjük meg, persze. Hogy mi, megsüvegeled, vagy mi az? Hát ez egy süvegelés, nem, az egy nagy, magasabb fokú dicséret, de simogatást kaphat, ha beér. Szóval a kedves hallgatóknak is érdemes megnézni ők, de nem felvételről, hanem inkább élőben, hogy látszódjon is a nézettség. Na jó van, azért helyre billentettük az univerzum egyensúlyát. Jó, hogy itt vagy. Az univerzum egyensúlyát. Gyerekek, a havas eső van, havat mondtak, de valami havas, ónos, nem tudom, ködös, valami trutyi folyik, úgyhogy... A legszutykabb. Ráadás elég hűvös is az idő, tehát én azt hittem, kinéztem, mindig megállapítom, néz szemre, hogy hány fok van. És most egy 8-10-et állapítottam meg. A fürdőszoba ablakon mindig kinézek. De a párából. De valahogy így kinézek, hogy milyen a pára, a száraz, hideg, ködös, tudod, ha köd van, akkor kicsit enyhébb az idő. Mit tudom én, úgy mindig valami van. És most túllőttem, mert a 8 fokot állapítottam meg, és 3 fokba indultam. Úgyhogy gyerekek, mézes kalás, csak mondom, tudom, hogy úgy cseztek belőle. Nem is csináltam. Nagyon aranyosak vagytok. Miki csinálta. Így van. Tudom, hogy te negyed hétkor már nem eszel semmit, meg 2-kor ebédelsz. Már be van keverve az abom, úgyhogy... Azért mondom, hogy tudom, hogy neked hozni bármit is, az nem annyira kifizetődő, de Feri legalább kóstolt meg. De jó vagy. Mutatós és kellemes illata van. És már tegnap elkezdődött a mézes kalás sütés. Ezt ti csináltátok? Na, a Viki sütette, bocsánat. Tényleg, Viki nagyon ügyes vagy. Tök jó. Nagyon. Kicsit kiszárad, de jó. Ne, jó. Ez a jó benne a mézes kalácsban, hogy gyakorlatilag bármikor meg lehet enni. Nekem volt olyan mézes kalács 23, amit 6 évvel azután ettem meg, hogy kaptam az újszászi búcsúba. Fémdobozba kell tenni? Fémdoboz, és mellé teszel egy félbevágott narancsot. Fantasztikus narancs íze lesz tőle, és tök puha lesz. Igen? Igen. Én szeretem, amikor a mézes kalács kicsit úgy megkeményedik, hogy törik. Én azt bírom. Jó, de ez még a kettő között van. Ez még erősen kettő között. Akkor kicsit szárítsuk még egy hétig. Hajszárítóban? De jó egyébként, finom. Az, hogy nem tudod abbahagyni. Fél narancs is mit kell? Fémdoboz. Fémdoboz, fél narancs. Beteszed a mézes kalácsokat, ha nagyon száraz, egy fél narancsot beteszel a közepére, és jó narancsillata lesz, meg íze is egy picit, és megpuhul. Ez egy ilyen, hogy hívják, ez is ilyen népi bölcsesség? Csak a tegyünk mellé meg egy bibliát, meg egy imbuszkulcskészletet? Igen, egy barka ágaz, meg. Most röhögtök, de tényleg így kell csinálni. Ja, és csak mondanám, hogy kedves apuka, hogy ezt nem a maga felesége sütötte, ezt a maga gyereke sütötte. Hát ő is benne van. Ne, ide van írva, Benni sütötte. Tessék. Megbízható információ van, nem a izé napilapra, látod, mert a feleség. Egyre ügyesebb ez a gyerek. Hihetetlen. Hazamegyek, érted, már kipakolta a lisztet, fahéjat, szegfűszeget, gyúrja, mondom, Benni, mit csinálsz? Hagyjad a nézés karácsot sütött. Nem együtt csinálták egyébként. Amíg én szenvedtem a teniszpályám. Na, ezek szerint kikaptunk. Ez még hétvégén volt. Győzni is lehet szenvedősen, de akkor ezek szerint nem. Á, az nem tudom milyen. Az nem tudom milyen érzés győzni. Mindenki megver. Mióta visszajöttem, azóta nem találom. Melyik keresztnevű volt? Ákos volt. Ákos? Vagy vérszemet kapott a múltkor? Vérszemet kapott a múltkor, aztán most valamit játszottunk, és ma megint játszunk, úgyhogy most már valamit ki kell találnom. Ez szörnyű szériában. Melyik Ákos? Megvárjuk a parkolóba?
Hát az lesz, hogy, melyik kezedbe fogod az ütőt. Kalapács, rájpáv kéz. Pokrocot teszünk rá. Zenész? Igen. Aha. Igen. Még mindig lehet belőle kettő. Ez három. A Kovács. Az. Ezt a 6-3-6-1. Balázs, te vagy? Basszus, elszóltam magam. Igen. Az milyen, amikor így az életedre ennyi negatív dolog telepszik rá? Tehát most már napok óta kikapsz a fekete-fehér igennemben. Majd szörnyű. A teniszpályán nem remekelsz. Szörnyű. Most nincs, épp nincs, nincs futó nincs. Televízió műsorod, ami volt ugye a Janival a celeb, az semmiféle. Mindent agyonvert, az oké, okay, tehát az ott azt vittétek, de annak vége. És mindig az ilyen sikerszéria után van egy nyomoronc érzés, az, ugye kiüresedsz. Igen, elfogysz, kiüresedsz, kiürül belőle az adrenalin, és csak egy ilyen fájó, múló üresség van. Jó, de egy picit kárpótolja a Szulajmán 700 ezer néző. De az a 700 ezer, az mind de akarta. Az milyen? Most az van, hogy dupla részt akarják. Na szóval, hogy lehet ezt feldolgozni? Jössz, nézd bele a karácsonyba, jön az új gyerek, csodás, érted, új élmények, és közben meg látod, hogy romokban vagy. Szörnyű. De te egyébként tényleg szörnyű. Hazamentem tenisz után vasárnap, lefeküdtem a kanapére, és dübölel aludtam, annyira kikészültem. Nem szóltam a családhoz. Jó, akkor az. Mézes kalácsot sütöttek, mondom, jó, jó, akkor lefekszem, és úgy a teniszruhában, ilyen magzatpózban, tudod, leheveredtem, és annyira... Apa, kész az első tepsi. Nem érdekel! Annyira... Durci vagyok. Annyira megviselt, hogy kikaptam, hogy lefeküdtem, és durcásan a melegítő fölsőben elaludtam, és a Viki így félről ébrezgetett, hogy ne legyek már ennyire papper, hogy ott alszom a nappaliban a kanapén, tudod. Vasárnap, még egy ideig üveges tekintettel bámultam magam elé. Legalább a kabátot tedd, legalább a kocsiból szállj ki. Igen, büntettem a családomat, hogy nem szólok hozzájuk, tudod, Viki csak én kérdezett, ki kaptál? Nem, hagytam magam. Tök jó. És az a jó, hogy már van bármilyen veszekedés otthon, tudod, kis összezördülés, mit tudom, hogy díszítsünk-e vagy ne, és egyébként teniszezni se tudsz. Pont tegnap értük el a házasságunk ezen pontjára, egyébként teniszezni se tudsz. És tudod, ültem, én nyomorult, és mondtam, hát ebben igazad nem. Amikor így nem, hogy nem tudsz visszavágni, hanem így, hát ez igaz. Jó, de ezt most miért kellett felhozni? Miért kellett ezzel hátba támadni? Tudod, most már minden veszekedések ez a vége. Jó, de teniszezni se tudsz. Jó, ez igaz. Most mit csak hazudjak otthon, hogy értem, érted? Vagy mit csináljak? Úgyhogy nem állunk túl jól, Hát mit mondtál volna? Hát igen, igen. És holnap meg még egy meccsen. És Viki mit mondott? Visszakérdezett? Ákos, hosszú tájak? Ja, nem, semmi. Nem, ő röhög. Majd ő elintézi. Nem, ő azt mondja, minek játszom, nem tudok. Tehát ő ez sokkal... Ja, jó. Na. Tehát ő ez nem akar, hogy bosszút állja. Hát azon mi már túl vagyunk, hogy bosszút álljon, vagy megbosszulja az ő férjét. Nem, minek játszom, nem tud. Tudsz még valakit hívni, aki vigasztal? Figyelj, álságos, de én mondom neked, hogy te még tudsz. Vagy hozzám képest, vagy valami. Hívd fel, ha valami kis biztatásra van szükség. Á, már gyerek is mondja, apa, mész teniszezni, minek? Tudom, jó, meg akarsz tanulni? Igen, tudod, fogják egy ütőt agyon, mert gyerek kérdezi az 5 éves gyerek. Tehát itt nagyjából ez a szín. De nem baj, nem minden hullámvölgy után jön egy még mélyebb hullámvölgy. Így, így van, így van. Mindig van lejjebb. Mindig van még sokkal lejjebb, úgyhogy nincs ezzel baj. De ma éreztem reggel, hogy tulajdonképpen mindennek vége, amikor is mostam a kis arcocskámat a jéghideg vízben. Gyerekek, nátok, folyik hideg víz? Van hideg vizetek? Azt szokták kérdezni, hogy folyik-e a meleg, mert az az extra, de hideg is van, meg meleg is. Olyan hideg víz van, hogy konkrétan jégcsapok lógnak a csapszélén. Én nem tudom, honnan jön ez a víz, nem hiszem, hogy megfagy a csőben, mert akkor ugye nem érne át. Aha. De szerintem nincs 2 fokos az a hideg víz, ami most nálunk van. Hm. Nagyon jó. Én abban szeretek így hajat most. Hát illetve megszoktad. Vagy megszoktam, igen, a patakban. Meg itt abban fürödtem. De a gazán se jó nálatok most. Hétvégén rossz volt, de megcsinálták. Hétvégén rossz volt, de nem is ezt akarom mondani. Bagoly hangokat hallottam a fürdőszobában. Az nem lehet, hogy a hideg víz hatása volt már? Annyira hideg volt. Jaj, mi ez? Bagoly hangok. Kérlek szépen, bagoly hangokat. Bagoly hangokat. És megálltam egy pillanatra félvesztően a fürdőszobában, és arra gondoltam, hogy vagy skizoid kezdek lenni, és már halucinálok, és kicsit ilyen paranoid skizofrén vagyok, vagy egy bagoly betelepedett elénk oda, mert a fürdőszobában is van egy ablak, egy ilyen kinyitós ablak, és ott lakik egy bagoly. Az ablakban? Az ablak mögött valahol a tujákon, a fenyőfákon. És fogtam az iPhone-omat. Az ablak mögött ott a világ. Az ablak mögött ott a világ. Még náluk is. Fogtam a telefonomat, félmesztően kinyitottam az ablakot, és kivilágítottam ezzel a kis ellenállt funkcióval. Halló! Kussolj már, ne, ugye nem tudsz aludni, tudod, visszaszólt a szomszéd. Kivilágítottam körbe, és most jön a legalja. Most jön a legalja. Amit azért mesélek el, hogy 10-ig lehet ezzel nyugodtan engem osztani. Körbe világítottam, és én is azt csináltam, hogy
Na. Hogy hát, ha válaszol. Az jó. És aztán egy idő után elszégyeltem magam, és mondom, ez nem biztos, hogy ez. Ő nem hülye, ő bagoly. Hát, hogy nem biztos, hogy erre jönni fog. Nem fog összekeverni. Húhogtam még egyet, nagyon fáztam, becsuktam az ablakot, és ott jöttem rá. De akkor már szólt valaki megint a kert szomszédból. Kussoljál már, te barom! Ne húhogjál már, hülye vagy, átmegyek. Vártam, hogy válaszol. És vártam, hogy elindul egy ilyen bagoly kontra Balázs, tudod, és lesz egy bagoly barátom, rászáll a vállamra, Harry Potternek, tudod, valami, szállít nekem levelet, berepülök egeret, hoz nekem egeret, és lesz egy ilyen bagoly postásom. De nem, tényleg vizionáltam egy ilyen hófehér, egy ilyen gyönyörű hófehér bagyot, hogy azt ott meglátom. Egy ilyen hóbagyot. Amit láttunk kint is, milyen szép a könyv, nagyon bagyokat látunk a tábor környékén, gyönyörű volt. De ott se jött be a kommunikáció vele. Nem, azt hiszem, hogy fölkaptál egy kődarabot, és aztán megpróbáltad eltalálni. Így van, és azt hiszem, nem, igen. Nem sikerült. Nem sikerült? Nem, csak megpróbáltad. Azt nyer, aki előbb ledobja a bagyot, ez volt a játék, mielőtt bementünk a táborba. És tényleg, álltunk, vártuk, hogy megkapjuk az eredményeket, hogy kimegy, és között találd el a bagyot, játékot játszottunk. Na mindegy, és nem válaszolt. Nem. És tudod, az a pont, amikor tudod, hogy sose fogsz rájönni, és már az életben nem fog kiderülni, hogy hallottad, vagy valóban volt ott valami. És nem lesz, aki erre válaszoljon, és ez egy örök kérdés marad az életedben. Hogy bagoly volt, vagy halucináltál? Hát ha nem válaszolt, akkor nem bagoly. Nem én, lehet, hogy csak egy hát lehet, nem intelligens bagoly. Hát az is lehet. Az is lehet, hogy nem a megfelelő dialektust használt a Balázs. Mert ilyenkor az a baj, hogy egy olyan nyelvet használsz, amit nem beszélsz. Tehát, hogy mondasz neki valamit bagolyul, és ő meg lehet, hogy picit összezavarodik, mert az, amit te mondtál neki, az fura módon nem a kapcsolatfelvételre van. Vagy éppen pont ellenkezőleg. Húzzál már innét anyádba. Hagymasak, hogy a kidegvízbe, lehet, hogy ezt mondtad neki véletlenül. Mit akarsz itt a kertemben, tudod? Én és mondta, én csak egy húhút mondtam neki, de ő ezt félreértette. Hogy mondtad? A hú. Aha. De ez hangosabban, tehát ez kicsit hangosabban. És akkor bagoly gondolta maga, ez hülye, inkább a bocskorék. És átszállt. Átrepült három utcával lejjebb a Gáborékhoz. Na mindegy, szóval ez volt, és így gondolkoztam egy csomót, hogy vajon halucináltam, vagy vajon bagyot láttam, vagy hallottam. És a büdös életben nem fog kiderülni többet, és kicsit bánt. Aludj kint ma este szerintem a teraszon egy hálózsákban, mert ugye a bagoly éjszakai állat, ezt tudjuk. Tehát igen, nem hallottatok soha ilyet, amilyen fura hang a fürdőszobában, és így megpróbálod megfejteni, és utána mész, és világít a szellemlámpával, semmi? Nincsenek ilyen kalandjaitok reggel? Nem, nem, az a baj, hogy nekem hajnalban vannak ilyen kalandjai, mert akkor ébred meg a macska, és a macskánknak egy kis csengő van a nyakába, hogy elriassza a madarakat. Hogy ha vadászni akkor ne tudja őket levadászni, mert a madarakat is szeretjük, meg a macskákat is szeretjük. És amikor ő hajnal 2-3 magasságában kiugrik a fotelből, elkezd hemperegni a földön, és akkor egy olyan hangot hallasz, mint hogy valami nagyon fura ilyen, nem tudom, ilyen törzsi táncot bejtene valaki a szobában. Igen, ilyen száncsegő hangot hallasz, és akkor hogy rohadjam, mert te büdös dögös, te semmit macskos állat karodja kifelé. Mert szeretik utána, a macskákat. Ugye? Hát tudod, szeretjük, csak fél-háromkor tudod, nem szereted annyira, hogyha megébredsz. És hát aztán szépen kidobod, és akkor hallod így távolodni el, hogy a száncseng, amit már igen, a télapon lerakta a kis ajándékokat, és akkor így hallod, hogy elcsörög valamerre a macska. Na, nekem azért vannak ilyen kalandjaim, sajnos. És ez egészen addig jó, amíg a macska vissza nem jön meg, gondolom. Igen, mert utána 2 óra múlva megint éhes, és akkor meg már jön befel, akkor meg megint hallod közeledni a száncsengőket. És találtam bagolyangot, figyelj! Na, mutasd! Aha. De ez egy alvó bagoly, ugye? Aha. Csak eddig mutatom, hogy milyen volt. Eddig pont olyan, mint egy parkolóautó, ugye? Alapjáraton megy a kocsi, ugye, hogy fűtsön, hideg. Nem. Még nem indítottam. Aha. Na, ez volt. Jó volt, szépen, nem? Szépen. Ez volt, akkor ha nem hallottál semmit. Jó volt, nem? Ilyet én is szoktam hallani. Ha ez a bagoly hang, akkor az nálunk én is már kikjaváltam, én már segítségét kiáltottam. Megtámadtam. Valaki, gyorsan jöjjenek, emberek segítsenek. Összetojod magad, ugye? Ez nem több bagoly volt, és összebújtak. Én YouTube-ra beírtam, hogy bagoly hang, erdélyi füles bagoly hangja, 2,5 perc, és semmi nincs. Aha, lehet, hogy később jön. Elkártam nektek mutatni, de eltelt fél perc. Meg akartam nektek mutatni, hogy mi volt az a hang. Hát, ti fölismeritek, hogy lehet, hogy nem is bagoly volt. Azt írja, valaki lehet, hogy spanyol bagoly volt, és azt kellett volna neki mondani, hogy vamos bagios. Tényleg. Vamos bagios. Igen. Bagoly már a bagoly is tojik rád. Szatyi írta nekünk, köszönjük szépen. Na mindegy, veletek mi újság? Minden oké? Okay, minden rendben? Mosógép ügyben valami? Hát és mosógép, hát majd csak pénteken majd telefonálnak, és akkor megbeszéljük, hogy szombaton akkor most 5:30-6 között, vagy 17:30-6 között hozzuk. Nem. Tegnap elmentünk Zaj utcából, lecseréltük a szokott helyen, a mi kis autónknak a 4 kerekét, a szokott gyorsaság,
Korrektség. Precizitás. Aztán hazahúztunk. Gyakorlatilag ennyi. Így van. Na, akkor egyszerre cseréltünk kereket. Hánykor voltál az a utcában? Azt mondja, hogy 12:30 magasságában. Nem. Rögtön. 3:45-kor mentem a gyerekért, és 5:30-ig a Vikinek kereket cseréltem. Gyerekek. Gyerekek. Hát egy jó férj, nem? Hát persze. Így van, amit kell. Fölrakadtam a nyári. Hallod? Ja, de csak azért, mert a sajátodra nem tudod, hiszen nem indul el a kocsi. Ja nem, nem, a téli már kopott volt, és a nyári szíra. Most vetettem le a téli. Így van. Most már jön a nyár. Földobottam a nyári talában az évszakok, érte. Más már nem is tudja nagyon beazonosítani az ember, bár az elkövetkező két hétre alig mondanak mínuszt, tehát tartósan hétfők alatt ugye már ajánlott, azt mondják. Hát csak most hárman írják, hogy a Mátrában havazik. Most elkezdődött, ha nézd meg az SMS falat. Mindjárt megnézem. Úgyhogy nagyon jókor tettétek fel. Nézd meg a kis kamerádat egyébként, hogy mi a helyzet. Addig mondom, hogy a hang a konyhából az instant bagolja Nesquik. Húha. Nesquik. 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 Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Jól van, hogy állunk a játékkal? Tegnap tudjuk, mi történt. Ne is elevenítsük fel, hogy hol állsz most, hogy már a szád szélén áll. Olyan jó vagyok a teniszben, mint a Fekete-Fehér Igennemben, de most itt vagytok ketten kiéhezve a játékra, ugye? Persze, igen. Hogy a viharban le, abszolút. És nagyon szeretnétek játszani. Úgyhogy meghallgatjuk Ákos híreit, jó, lehet jelentkezni játékra, ha valaki szeretne velünk játszani, akkor jelentkezzen nyugodtan, 7:30 van pontosan, jönnek Ákos hírei, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc óra pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, Nagypusztán a buszmegállóból mérnek egy rendőrautóból, ez Balázs küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Bátony Terenyek is, Terenye Jobbágyi útvonalon a 21-es úton havas eső esik, na, gyerekek! Pásztó előtt egy nyerges szerelvény pihen az útpálya mellett, ezt kis papa küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tehát már van, ahol havas eső. Az nagyon kemény. Balázs, ne költsd át az SMS-eimet, minden karakter ki van fizetve. Szatyi küldte neki. Nem költöm már, csak a ronda szavakat nem tudjuk beolvasni. Bali, csak úgy mondanám, hogy a bagolya házon az rosszat jelent. Biztos nem a tiéd volt a koponya CT tegnap. Köszönjük a kedvességet. Bagolya házon az rosszat jelent? Igen, álmomban. Igen? Álomban rosszat. Azt mondják. Hát a... Ilyen volt? Na, ez valami ilyesmi volt. Fiam, most odakaptam a fejem, hogy be itt van. Majdnem fölüvöltöttem, hogy itt van. Ez volt. Aha, én is hát tudom, a feri volt. Ugye? Egyértelmű. Te voltál ott az ablakom alatt? Én kukkoltam. Mit csinálsz ott az ablak alatt? Igen. Tényleg hideg vízbe fürdik, megnézem. Drága fiúk, tegnap este egy kis kaposvári templomban mennyasszony lettem. Ne haragudjatok, de olyan boldog vagyok, hogy legszívesebben kikiabálnám a világba. Minden reggel Kaposvár-Pécs között a buszon hallgatlak benneteket. Üdv Évi. De jó, hát gratulálunk. Ha egy picit vártál volna még vele, akkor hozzá tudtuk volna esetleg járulni valamivel az eljegyzéshez. Hát még csak mennyasszony lett, azt írta, ugye? Hát de akkor... Igen. Akkor csak eljegyezték. Most miért, akit eljegyeztek, az nem játszhat ebben a gyémántgyűrű sztoriban? Hát az lenne a jó, hogy friss eljegyzések játszanak. Igen. Igen. Majd hét után mondunk róla. Mert még gyémánt lakodalmasok is, mert hogy az is passzol. Az is gyémánt. A lányom már 30 éve a feleségem. Jajjam meg a többi ház. Janiéknál azt a gyűrűt. 10 ujjam van, mindre jó egy gyémántgyűrű. Igen, mert hogy van egy eljegyzős játékunk, és ezen a héten lehet rá nevezni, ugye, ez fontos, és jövő héten pedig már élőben közvetítjük ezeket a kis lánykéréseket. Na, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. Jó, 1-0 hallgatóknak, sőt, mint több olyannyira, hogy a múlt hetet is elvesztettük, úgyhogy hát ez nem jelent jót, de hát ha majd ma, a minden igaz, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Angi, hello Angi, jó reggelt! Sziasztok, szia Bazi! Angi, mi újság, honnan jössz minket? Tiszafüredről hívlak benneteket, úgyhogy... Itt nem esett a hó, bár hallottam, hogy itt tőlünk nem messze Füdesabonyban állítólag. Igen, de hát... Igen, ilyen SMS-eket kapunk, mondanak, hogy havas út, ónos eső, havazás, de nem fura ezt látni egyben. Meg olyat is, hogy Ászberényben nincsen hó. Sok felkiáltó jellel ezt is kaptuk. Mit csinálsz? Készülök melóba. Készülsz a melóba, mit csinálsz, mit dolgozol?
Varrónő vagyok. Varrónőként dolgozol. Egy jó kis varrodában, gondolom. Aha. Nem, pehülye vagyok, egy is. Aha, nem véletlenül sem. Egy húsüzemben. Egy Martin kemence mellett varrogat néha. Pehülye vagy, Balázs, szép volt. Jól van, Angi, kivel szeretné játszani? Hát veled. De miért? De én játszottam tegnap. Én most tényleg olyan szívesen, hogy itt van Jani. Balázssal? Hát mindegy, ha már így választottál, legyen. Akkor hajrá. Jani, csak mondom. Figyelj, Balázs, valamire rájöttem, és szeretném ezt egy kicsit veled kibeszélni. Na, jó, csak mondom, hogy Jani a legszebb ingét vette fel a héten. Ingben van, gyerekek, ingben ezen van. Ezen a héten ez a legszebb. Nyakkendő nincs, de egy nagyon szép vasalt, vajszínű ing van rajta, betűrve, nagyon-nagyon kis. Kis aláöltözővel, ne fázzon. Én tudok inget vasalni. Érted? Én, a feleségem nem, de én tudok. Na jó van, Angikám, hát akkor menjünk, jó? Jó. Mehetünk? Felőlem nyugodtan. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, akkor én szeretnék tőled kérdezni, Balázs, ha megengeded. Szeretnék kérdezni? Hát, hogyha megengeded, igen, megengeded. Akkor ilyenek a vége, ha megengeded, szépen. Akkor igen. Oh, ki mondta? Igen. Ki mondta? Ki mondta? Bizony, ki bizony? Ki mondta, sajnos? Igen, hogy igen? Hát, megengeded. Azt mondtad, hogy ha megengeded, akkor igen. Akkor élnék a lehetőséggel. Nem volt igen? De igen, de volt. Volt. Volt sajnos. Szóljom szem, challenge. Akár. Hét után de challenge. Kikérheted a atya úristen, sajnos akkor is igen volt. Kikéred a challenge-et, Angi? Hát nem igazán értem, mert tehát azt mondtam, hogy ha megengeded, akkor élnék a lehetőséggel. Igen, és utána visszakérdezett a Balázs, és utána azt mondtad, hogy ha megengeded, igen, akkor. De akkor visszahallgatjuk, jó. Hogy mindenki megnyugodjon. Angi, figyelj, elmondom, ilyenkor mit szoktunk csinálni, hát ha nem tudod. Hét után bejátszuk az egész játékot. Ha mi tévedtünk, akkor visszahívunk. Okay. Ha Ferinek igaza van, akkor nagyon-nagyon ünnepeljük magunkat, és megadjuk a akkor nagy fényezitek oldatokat egy kicsit. De ha nem mondtad ki, mert van olyan, hogy mi hibázunk, akkor természetesen visszajövünk, és kapsz egy lehetőséget hét után újra játszani ezt a játékot. Ez a sólyomszem lényege, sólyomszem, ami annánk, mint a teniszben, aki most ezt visszahallgatja, és bejátszuk az egész játékot neked hét után, elejétől a végéig. Sólyomfül. Sólyomfül, így van. Bizony. Jó? De sajnos annyira koncentrálta a kérdés, hogy olyan csúnyán bedurrantottad az igent, hogy észre se vetted. Igen. Lehet, nem sajnos. Rádió közelben van? Vagy még? Hét után? Igen. Na, akkor meg tudod hallgatni, bejátszuk, és akkor ez így korrekt, mindig így csináljuk, hogy ne érje szó a ház elejét, jó? Angi, miről akartál beszélni, azt még el tudod mondani, hogy mi lett volna a kérdés? A születési időd. Születési idő? Aha. Év, vagy mi? Nem. Tehát én tudok valamit rólad, amit te nem rólam, ennyi. Egy napon születtetek, fogadjunk. Ó, de most már mondd el, hogy egy mi. Az anyukátok. De mondd el, hogy mi. Testvérem. Nővérem. Nem mondom, majd legközelebb megpróbálom. Nem áll. Nem lehet, hogy belógatsz egy ilyen információt, tudsz, amit az én születésemről, és nem mondod, de hello, Anna, mi újság? Bocsánat, hogy így berontottam, még nem vágtam ki a hanganyagot, mert nem volt rá idő, de hát Angikám kimondta. Ki de tudom, én jó. Igen, akkor sajnos. Jó. Megmutatjuk hét jó, után, Angi, okay. Neked is, jó? Megmutatjuk. Jó, van. Jó, Anna, már visszahallgatta. Oké, rendben. Na, további szép napot nektek akkor. Na, de most okay. Akkor mi van? Most akkor nem mondja na, el? Na, igen. Nem mondod el? Nem fogom. Mondom el. Aha, nem hát ez csúnya dolog. Ez nagyon csúnya dolog. Jó van. Majd legközelebb. Apai vagy anyai ágon, legalább azt mondd már. Igen. Na. Apai vagy anyai ágon. Féltestvérek vagyok? Akkor csak annyit mondd el. Apám szerette anyádat? Vagy Balázs szerette anyára? Kislányom, hugom! Ahhoz túl idős. Ahhoz túl idős a hangod. Angikám, köszi a játékot, hét után megmutatjuk, jó? Jó, van, oké. Okay. Köszi, ciao, hello. Gyerekek, hát gyerekek, hát hol vagyok? Hát honnan gyakorlatilag jöttem el? A pöcegődör mellett, hát, onnan most már kimásztál. Atya, és ott állok a szélén? Vagy ott. Visszamentem a szemétdobra? Okay, francokat, nem csak kijöttél. Ja, csak kimásztam hát, a pecegödőbe. Jó, de még ott állok a Bundeszagó, egy családtag húzott ki a farm. A rejtett nővérem, a rejtett húgom, igen. 2 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan, 13 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani! Hello! Hát jó reggel. Drága hallgatók, de jó volt ez a kis Bon Jovi. Jó az, Isten, és jó milyen az. Jó, hogy valami más volt, nem? De hogy szeretjük ez... azokat is, amiket szoktunk játszani, de ez jobban. De jó volt, igen, jó kis Bon Jovi. Szerintem mindenkinek kicsit könnyebben indul ez a kedreggel, ami egyébként is esős, havas esős, néhány helyen viszont már havas, gyerekek. A Börzsöny lábánál Nagyorosziban megjött az első hó, a fakitermelők írják nekünk, hogy ott már havazgat egy picit. Ez egyébként ünnepre hangolja az ember lelkét, nem?
Így van, egy hónap még a karácsony, addigra pont elolvad. Marad a 10 fok és a latyak. Vannak rossz híreink is, gyalogos gázolás a Budafoki úton befelé, a Hotel Berlin előtt még hozzá zebrán, ezt Gábor küldte nekünk. Ez nem túl jó hír. Aztán nincs trafi az M1-esen a 86-os kilométernél a felüljáron, kivételesen Andi küldte nekünk, Andi, köszi. Árpád híd után rögtön a kanyarban, a felüljáron a Szentendrei út felé van egy baleset, emiatt ott hatalmas a dugó, ezt Pálesz küldte nekünk. Valamint a Zsigmond téren a Lajos utca előtt hármas koccanás, óvatosan üzeni Rien, ez lehet, hogy ugyanaz, mint amit az előbb beolvastam a harmadik kerületben. A Budafoki úton Molkút előtt így van, ott van a gyalogos gázolás, ezt mondtam, és a hatos úton a bevezetőnél a Lukoil kút után zebrán most ütöttek el egy iskolást. Te jó Isten, mi van megint ma reggel, szegénykém, reméljük nincs komoly baja. Nagypusztán a buszmegállóból mérnek egy rendőrautóból, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Tehát van egy kis hó, egy kis havazás, és havas eső. Ornitológus vagyok. Ha bagoly kettő rövidet húhogott, hú-hú, akkor valami nem nagy dolgot látott a fürdőszobában. És kinevetett. De a hegy hosszút, hogy hú-hú, akkor nincs aggódni valód. Igazi férfinak látott, hát csak mondom, hogy kettő rövid volt. Aha, au. Ez a hú-hú, és aztán gyorsan el is repült, igen. Kora reggel halucinálásokról beszélgettünk, hogy ki milyen hangokat hall a fürdőszobájában kora reggel. Na, mutatjuk a játékot, jó? Ezt leginkább a mi játékosunk kedvéért, szegénykém, ő annyira beleélte magát, hogy nem is vette észre, hogy ő mit mondott ki, de mi sólyom szemünk már azonnal akcióba lendült, megvágta, amit meg kellett, úgyhogy leginkább Anginak mutatjuk, hogy mi történt a játékban. Figyelj, Angi! Akkor én szeretnék tőled kérdezni, Balázs, ha megengeded. Szeretnék kérdezni? Hát, hogyha megengeded, igen, megengeded. Akkor ilyen a vége, ha megengeded, akkor igen. És ott volt. Igen. Ki? De ez az igennél sokkal érdekesebb a reakciója Balázsnak. Ez a távolságtartó visszafogott öröm. A gyerekek, hát tudjátok, nekem ez annyira jól jön, annyira kell, mint egy falat kenyér. Semmiféle sikerélmény nincs az életemben, úgyhogy valamit muszáj, valamit muszáj. Angikám, ez történt tehát a játékban, úgyhogy így viszont egy-egy. Uh-huh. Egy-egy. Jól hallottátok, én észre se vettem, de Angi kimondta. Örültem? Egy picit úgy tűnt. Tudod, én régen nem nyertem? Hát nagyon jó. Tudod, mennyire jó érzés ez egyébként? Kicsit, mint ha valami nagyon forró ráültél volna. Igen. Ja, a gyereke, apró örömek ezek, de nagyon kellene. Na, tankönyv ügyben vannak fejleményeik, és vannak őrszemeink. Feri is tankönyvfelelős, ha hoz valamit az iskolából, óvodából. Te is ugye tankönyvfelelős vagy, ha virág kezébe akad így valami. Van. És hát mostanában az oktatás és az átalakult tankönyv irodalom az mindig ad okot arra, hogy kicsit szemezgessünk tankönyvekből, mert szülők is, hallgatók is, és hát ti is találtok különböző érdekes dolgokat tankönyvekben. Így van, ugye? Hát és nem is tudjam, hogy hol kezdjem, most annyi minden összejött az elmúlt hetekben, ráadásul ugye mi kint voltunk Afrikában, úgyhogy egy pár dologgal nem szembesülhettünk, mert hazaértünk, akkor egyik a másik után csak jönnek, és fantasztikusabbak, szórakoztatóbbak. Most csak a legfrissebbel kezdeném. Na. Egyik kedves pedagógus ismerősünk hívta fel a figyelmet. A mi tankönyvünkben, ami alatt azt értem, hogy a hatodikos irodalom olvasókönyvben található egy ilyen kis szőszenetre, ami kőműves kellene népbaladájához kapcsolódik. Ugye tudjuk, félvék a ezüstért, félvék a aranyért, egy alvállalkozó bevállalta, hogy magos déva vár ennek a felépítését. Ez a klasszikus körbeszámlázás, ami most az építőiparban egy időben ment, ez már ott megjelent. Ennyi. A műben már megjelent, igen. Ennyi, aztán kötőanyagként felhasználta, hogy a kedves nejéd is, és akkor így meg is maradt már a vár, ami addig mindig összeomlott. És a lényeg az, hogy ehhez a nagyon szép kis baladához, népbaladához kapcsolódik egy ilyen kis mellékzönge, amiben az abban felrejlő ilyen jelenséget próbálja meg egy picit boncolgatni az író. Nincsen odaírva alá, hogy ki volt az, aki készítette ezt a kis szöveget, de gyakorlatilag... Nyilván nem vállalja. Egyébként így most így párszor végigolvasva lehet, hogy ez a megoldás. Rögeszmék mániek vesző paripák, ez a címe a kis szösszenetnek. Még egyszer mondom, hatodikos irodalom olvasó könyv. Idéznem kell belőle szó szerint, mert ez nagyon fontos így, hogy lássátok, hogy miről is van szó. Azt mondja, hogy Kőműves Kelemen és társai rögeszmésen ragaszkodnak tervük valóra váltásához. Ugye, ez idáig magyarázza egy a történetet. Aha. Dacolnak a természettel, szembeszállnak a fizikai törvényekkel, stb. Egyszerűen fantasztikus. Senki nem szeretne más típusú alvállalkozót egy házépítéshez vagy egy várépítéshez, csak olyanokat, mint Kőműves Kelemen.
Ám de, ez a megszállottság igen veszélyes és kártékonyá is válhat. Ez is jó, én ezt is szeretem, mert figyelmeztet, hogy ne éld bele magad, tehát ne told túl, mert nem lesz jó vége. Így van, itt már felselik a dámai vég. Azt mondja, hogy gondoljunk csak a nagy világhódítókra. Itt már elkezd egy picit így az ember így, egy picit így, összezavarodni. Már egy hogy picit is, fura, hogy igen. De, hogy is jönnek ide a világhódítók? Nagy Sándor, oké, rendben. Julius Cézár, oké, hát ő is ilyen nagy világhódító. Attila, itt meg picit meg is dobban a szívük. Napóleon, így van. Vagy Adolf Hitler. Na. Oké, na itt már egy picit hogy az ember összezavarodik, hogy hogyan is tudunk vonni mondjuk párhuzamot Adolf Hitler és Nagy Sándor között, de még itt nincsen vége a történetnek. Hány és hány embert falasztak be nagy tervük falába? itt már jön egy kis homály, egy kis zavar, és hány család hamvaiból épült föl, hatalmasnak szánt alkotásuk teszi föl a kis szösszenet írója a kérdéseket. Oké. És a következő kis bakugrás következménye mi, hogy mi, szülők is valahogy belekeveredünk ebbe a dologba. Számos szülő ragaszkodik hozzá, hogy gyermekéből nagy embert faragjon akkor is, ha nincs meg a fia, lánya tehetsége hozzá. És bele van a keverve a gyerekek is, és számos gyereket is ismerhetünk, aki egy-egy hóbortos vágyáért mindent odavet, az összes játékát elcseréli, csak hogy egy divatos holmit megszerezhessen. Értitek, srácok? Mi van? Tehát, hogy az egész teljes az a nagy hatos. Helyzet, az a nagy helyzet, hogy most semmit nem értettem. Az a nagy helyzet, hogy a nagyra vágyó gyerekek, a nagyra vágyó szülők belesznek falazva, és olyanokkal válhatnak, akár, mint Adolf Hitler. Aha. Ez a tanulsága a kőmíves Keleven nép baladának. Tehát, így aki gyerekkorban játékot cserél divatos ruhára, felnőttként később a gyerekét kényszeríti a jó tanulásra, az tömeggyilkos lesz. Jól látom? Pölö. Mi van? Mi van, gyerekek? Én leestem erről a lóra. Tehát Adolf Hitler, mint nagy hódító, mint Nagy Sándor, meg Cézár és Hitler. Igen. Már ez egy kicsit sándít. Picit döcögös a párhuzam. Kicsit döcögös a párhuzam. De az, hogy a végére eljutunk gyakorlatilag oda. És ha te teljesíted a szülőként, hogyha szeretnéd, hogyha a gyermeked valahonnan, valahova eljusson, érts, tanuljon jól adott esetben. Legyen jó sportoló. Vagy legyen jó sportoló. Vagy hogy az élet valamelyik területén váljon sikeressé, és te ebbe az irányba őt mondjuk szeliden elkezd tolni, akkor te adott esetben olyanná válhatsz, öcsém, mint Adolf Hitler. Jézus, Atya Úristen, tehát a nagyra vágyó szülő, aki nagyon tolja a gyerekét, az akár olyan lehet, mint Adolf így Hitler. Van, így nem van. Csak a szülő, a gyerek is. És a gyerek is. De ha nem figyelsz oda a gyerekre, és azon veszed észre magad, vagy azt veszed észre, hogy a gyerek elcserélgeti az ajándékait, a játékait, a kedvenc kis tárgyait, azért, hogy valamilyen méregdrága, divatos csecsebecsét megszerezhessen, akkor ő is olyanná válhat. A gyerekek, ez agymosás. Kemény. Nem? Ez nagyon kemény. És ez a tanulságát építi bele egy hétköznapi dologba. Aha, tehát megpróbálja a kőműves Kelement hétköznapira lefordítani, hogy miről szól. 2014-ben erre tanít meg minket. Aha. A kőműves Kelement népballada. A nagyra vágyásra, ugye az volt a címe? Nagyra vágyás. Rögeszmék mániák veszőparipák. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy ezt próbálja elkerülni. Én kezdek mellé állni. Uh-huh. De akkor Julius Cézár, vagy Néro, vagy Nagy Sándor, vagy Hitler. Néro nem, mert Néro még passzolt volna, ő nem keveredett bele ebbe a csapatba. Akkor Julius Cézár, Nagy Sándor és Attila. Adolf Hitler. Attila cserélgette a játékait? Igen. Ezt nem írja. Nem keveset. Hogy igen, ez így nagy hol? Játékokat. Ez többen? Ez egyébként döbbenet. Én tudok arról például, hogy Attila elcserélte a puszdráját, a szabjáját. Egy lányzsára. Meg egy pajzsra. Érted? Nem, egy ustorra. Tehát ne akarjál túl sokat, te gyerek. Ne törjél nagyon előre, mert pórul jársz. Vagy ez most már egy ilyen 40-es klasszik, 40-es gondolkodás, amiben mi így torzítjuk a valóságot. Nem, hanem egy diktátor lesz belőle, aki vérbe borítja egész Európát, sőt az egész világot. Most jó Isten. Igen, most arra hívja fel a figyelmet, hogy diktátor leszel, vagy arra, hogy úgy jársz, mint kőműves Kelemen. Mert azt például nem, ugye, hogy nem érted? Nem, mert kőműves Kelemen... Ne akarja sokat, mert befalaznak. A kőműves Kelemen azért többé-kevésbé megmánta azt a tettet, ugye? Igen, csúnyán a végén. Hogy kötőanyaként használta föl a kedves nejét, de ugyanez mondjuk Adolf Hitlerről nem mondható. De ezt mondja az íromány, hogy ne falaszd be későbbi feleségedet? Ez nem. Ugye? Ez nem.
megtaláltad a fogást. Tehát az a bajom, hogy nem értem, hogy most akkor melyikre hívja fel a figyelmet. Én az egészet nem értem, hogy kinek áll a fejében össze ez a történet. Uh-huh. Így. Ez a Virág hozta, hogy beszéljük át a leckét, nem és egy akkor egy pedagógus ismerős jelezte, hogy van egy ilyen kis anyag ebben a bizonyos olvasókönyvben, és hogy hát nem biztos, hogy itt ezt lehet nagyon azonosulni. Ez érdekes egyébként. Ugye volt egy felhívásunk, hogy bármelyik szülő, aki hallgat minket és lát, tapasztal az elsőső könyvében egy megoldhatatlan matek feladatot, a hatodikos irodalomkönyvben valami olyat, akkor küldje el nekünk nyugodtan, mert imádunk a mostani tankönyvekből picit szemezgetni, hogy ugye a Morning Show @klassefm.hu-ra nyugodtan fotózza ki azt az egy részt, oldalt, és küldje el nekünk, hogy mit talált a gyerek tankönyvében. Ezt nehezen tudom ezt most így értelmezni. Ugye? Értem, ugye nekem ez nagyon korán van. Na de jó, aztán ez 9 után is jó, de egy könnyű matek feladattal én szerintem fel tudom oldani. Van, találtál? Hogy ne, te, hát figyeljetek, hát csak nézzetek rám. Hányadikos tankönyv, azt mondom. Lehet, hogy Ferinek ugye asztala, neked se lesz nehéz, nekem sem. Na, nekem minden matek feladat. Következő. Azt mondja, kísérleti matematika könyv. Márti és Lívia... Kísérleti matematika, hello, hát az azért az emelt cín, nem? Aha. Mi az, hogy kísérleti matematika? Azt tudom, mi az alkalmazott matematika, de mi a kísérleti matematika? Már kísérletezem megoldani a feladatot, tudod? Ja, hogy a gyerekek kísérletezve oldják meg a feladatot. Igen, de ez a kísérletet tehetsz arra, hogy megold a na, feladatot. Na, figyeljetek. Tehát, Márti és Lívia játékpénzzel játszottak. Márti és Lívia, ML. Igen. Márti pénztárcájában 73 euró volt. De modern, apám, ugye? Hogy euró ugye? Van nála, érted? Hát bizony. Ez tök jó. Euró. De tudtom, ma még nem vagyunk azért a de monetáris, baj, monetáris de... unióban, vagy már benn vagyunk, külföldre. És átaludtam egy 30 évet. Mi történt ma reggel? Nem, hol vagyunk? Külföldre dolgozik, járnak, és onnan is, mert az EU-ban lehet ilyet. De legyen euró, tudják mi jó. Az euró, legyenek kicsit kozmopoliták, nincs a szalbaj. Igen? Márti pénztárcájában 73 igen. Euró volt. 70. Igen. Líviának adott belőle 7 eurót. Így van, ugye? Így van. Itt pontosan írtátok? Igen. Ugye aztán valami rossz eredmény jöjjön ki a végén. Igen. Igen. Oké, jó. Hány forintja maradt Mártinak? Hát ez könnyű. Nagyon, de... Jó, igen, könnyű. Könnyű valóban. Nem de most olyan büszke vagyok, hogy én ezt értem. Tehát én most úgy megkapaszkodtam, tudod, mert azt hittem, hogy becsavarodok valami nem, elsőbe. Szerintem nem érted. De, tehát 73-ból el kell venni hetet. Nem, igen. Még egyszer figyelj, nagyon az ördög a részletekben rejlik, ahogy szokták mondani. Okay. Márti jó. Pénztárcájában 73 euró volt. Márti? Líviának adott belőle 7 eurót. Igen, Márti, hány Lívia. Forintja maradt Mártinak? Hát de hát akkor, tehát ez egy klasszik valuta váltási feladat. Hát, nem? Mondhatni igen, csak... Hát milyen árfolyamon, Matolcs úr? Milyen árfolyamon? Délután 2-kor? Este 6-kor? Középárfolyam? Pénzügyminiszter úr, milyen árfolyamon váltjuk? Utcai valuta váltónál? Igen, MNB. Hol váltjuk? Hol? Mi? Érted? Hát ez egy jó kérdés egyébként, mert most éppen 304, most napvégére tegnap visszagyengült majdnem 306-ra, tehát hogy ez így mozog azért nagyon. Ráadásul, ha jól tudom, akkor ez a feladat ez úgy arról szól, hogy egyjegyű szám kivonása két jegyűből tizedes átlépéssel. Tehát nem 69-ből mozg ki négyet, mert az ugye nem tizedes átlépést, hanem ugye az kell a kis diáknak. Ez azért ne zavarja a szemek, kicsit kérlek, hogy ne is alázzál meg azért nagyon, mert ha ilyeneket mondasz, azért kezdek berágni. Nem, ez a kis diákoknak való feladat. 73-ból vegyél el hetet, ne? Igen, de ezt hivatalosan úgy mondják, hogy egy-egyű szám kivonása két jegyűből tizedes átlépéssel. Te rohadt, te szemét gyerek kínzó. Miért kell így fogalmazni a gyereknek, hogy egy-egyű szám két jegyű átlépése tizedessel? Öcsikém. Nem, tizedes átlépés két jegyűből, de mindegy. Vont ki a 73-ból a hatot, mondd meg mennyi. Na. Úgy van, ötös. Mi ez a szakzsargon, amit mondják? És hogy a terrorizálnád az első gyerekeket. Nem tudom, hogy vagytok, én nem gurigázok csak így össze-vissza mindenféle eurócentekkel, úgyhogy én nagyon hiányolom a tizedes vesző utáni részt. És itt a megoldás a 73-7 egyenlő után van, kettő, azaz kettő darab rublika, hogy beírjam a végeredményt. De hol vannak az eurócentek, gyerek? Ilyenkor. Na de nem is jön ki, mert ha mondjuk hát, a 73-ból, nem is tudod beírni, mert 73-ból elveszel hetet, akkor marad x-ed, azt megszorzott 304-jel, abban már nagyon sokat marad. Tehát hogy ő itt az euróra lenne kíváncsi, hogy hány eurója maradt. És a kérdés, Mártinak. Hogy hány forintja. Hány igen. Forintja maradt már? Hát jó, elírás. Jó, na. Jó, jó. Oké, legyünk elnézők. Hú, gyerekek, én már látom. Nekem vannak barátaim, akik elsős a gyerek, figyelj, iszatnak.
A múltkor átküldött az egyik egy olyan matek feladatot elsősként, hogy fess be a kerítést, ami ilyen, a vékonyat barnára, a szögleteset feketére, hárommal nem tudták megoldani. És így vakart a fején, és átküldte nekem este 8-kor, hogy nézd már erre a matek feladatra, meg tudja, hogy hülye vagy, nekem küldöd. Én elsőtől korrepetálni fogom saját magamat a gyerekkel együtt, nem tudta megoldani. Egyébként egy rajzos feladat volt. Figyeljetek, én azt látom, hogy egyre magasabbak a követelmények, egyre nagyobbak a kihívások. A... Nekem az euróval nincs bajom. Nekem az tetszik, nem? Jó. Tudja, mi az az euró, tudja, hogy van egy unió, tudja, hogy ez egy közös fizetőeszköz. Tehát ezek jó dolgok. Ez már sokkal inkább az életre nevel egyébként, és arra, hogy te hogy tudsz váltani, hol tudsz váltani, mennyi, mikor lesz nekünk eurónk. Tehát nekem ez például hiányzott sok helyről, hogy olyan dolgokat tanulsz az iskolában, amiknek aztán később nem veszed használt. Ennek már sokkal inkább. De azt én forintra váltanám egy 304-es szorzóval azért, és az nem fér neki a két lubrikába, tehát kemény. Hát bizony. Igen. Ez van. Azt gondoljátok, hogy ja, ez a Tibor. Igen, azt várjuk meg a 9-et, hogy és, de van. És most végezetül jöjjön egy fantasztikus tanmese, ami nálam hetek óta, jó két hete a favorit, amiatt az egyik kedves hallgatók elküldte, nekünk nagyon tetszik. Ez azt a címet kapta a keresztségben, hogy a makacs gyermek, ezt sajnos meg kell hallgatnotok, de nem fogjátok megbánni egyetlen pillanatát sem. Így a makacs főleg... gyerekből már azt mondod, hogy milyen jó, mert nyilván majd tanul a gyerek belőle, meg te is. Ez virágé vagy a elsőség, vagy kaptuk? Ezt kaptuk. Egyik kedves hallgatón küldte el nekünk a webmailünkön, nagyon szépen köszönjük, a jövőben se. Mondjatok le erről a kis lehetőségről, mert fantasztikus csemegékkel látok el minket. A makacs gyermek. Ez egy tanmese? Ez egy tanmese. Arról, hogy milyen a makacs gyerek. A makacs gyerekek, ezek ilyenek, majd meglátjátok milyenek. És hogy járnak. Volt egyszer egy igen makacs gyermek, anyjától örökké szófogadatlan. A jóisten emiatt nem leltett tetszését benne, betegséget hozott rá, senki orvos nem segíthetett rajta, és hamarosan halálos ágyalma fejt. Ó! Oké. Na, hát jó kezdő hát azért. Figyelj, az első két mondatban... Ezek a 3 perces meséimhez hasonlítanak, én ezeket nagyon szeretem. Az első két mondatban már gyakorlatilag elhálózik a főszereplő, de se baj, és a jóisten megbüntette már, hogy ő milyen makacs volt. Mikor pedig leeresztették a sírba, és betakarták földdel, kicsi karja egyszerre csak előbújt, magasra nyúlt, de és ha visszadugták a friss földet... Várjál már, tehát a halott gyerek kidugta a karját a sírból. Várjál, most már én is látom, folytatódik, várjál, figyelj. Ez egy teljesen természetes, halálosan normális hétköznapi mese. Mondaná, hogy mikor pedig leeresztették? Azt mondja, hogy figyeljetek. Azt mondja, hogy mikor pedig leeresztették a sírba, és betakarták földdel, kicsi karja egyszerre csak előbújt, magasra nyúlt, és ha visszadugták, s friss földet terítettek rá, az sem segített. A karocska újra, meg újra előbújt. Hát érted, hogy makacs zombi ez a gyerek, nem? De várj, most folytatódik, okay. Figyelj. Végül anyjának kellett a sírhoz mennie, és veszővel a karocskára ütnie, és amint ezt megtette, a karocska visszahúzódott, a gyermek pedig végre valahára nyugalmat lehet a föld alá. Itt a vége, fuss el, szép álmok a gyerekek. Szép álmok a gyerekek. Na, hallottam a villanyt. Ez nagyon durva. De ez tankönyvben, tehát ez állítólag, igen, ez egy iskolai tananyagban volt benne. Sajnos nem írta meg még a hallgatónk, hogy miről van szó, de egyébként másodikos erkölcstan könyve. Aha. Nem mondod ezt most komolyan. Gyerekek. És ettől majd nem lesz makacs a gyerekem, ha ezt elolvassa? Nem lesz zombi a gyerekek. Tehát tulajdonképpen már gyerekek, most ezt komolyan mondom, fordítsuk le úgy, hogy hallgatnak bennünket még a kocsiban gyerekek. Tehát van egy kisfiú, aki meghal. Igen. Ugye? Igen, ő nem fogadott szót az édesanyjának. Nem fogadott szót az édesanyjának, ezért a jóisten megbüntette egy súlyos betegséggel, amiben a gyermek belehalt. De jó Isten, gyerekek, utána a gyermeket eltemették, ő nem nyughatott a sírban, hiszen makacs volt. És az anyja odament, és a sír fölött megverte a halott gyerekének a kezét egy vesszővel, hogy nyugodj már békében, te kisfiú. És ettől megnyugodott. Atya úristen. Figyelj, ez tegnap is megdöbben, én minden nap megdöbben. Halad? Most a Walking Dead rajongók mindannyian ott van felállva. Éreznek, uráznak, ez az végre. Másodikos gyereknél erkölcstan. Aha, igen. Óra. Na. A makacs gyermek. A makacs gyermek. Hát, már ez a halálos ágya. Én mindenben próbálom meglátni a jót. Igen, figyelj, ez sokkolt ez a sztori. És ez erről, tehát valakinek az van a fejében, hogy akkor oké, ezt a gyerek majd elolvassa, és jó gyerek lesz. Aha, nem lesz makacs. Mert hát félni mondjuk, fogadtól, hogy jó, csak nem lesz makacs. Mert félni fog attól, hogy nem fogad szót az anyjának, akkor viszont föld alá kerül és meghal. Jézus, atya, úristen! Most még azt nem tudom, hogy amikor a veszővel a karocskáját ütötte anyu a gyereknek, akkor a gyerek már belátta, hogy nem makacskodjon? Hát, ha belátta volna, akkor nem dugdosta volna ki állandóan kis karocskáját. De mikor tehát a föld alól kidugdosta a karocskáját, odajött anya, aki hát a gyászában is
egyébként ezen is gondolkozunk mellett, hogy ő a gyászában is azon gondolkozik, hogy én megnevelem a halott gyerekemet, és veszőcskével ütöm az ő karját. Né, már csak meghalt, de csak makacs. Hogy van ez? És hát, akkor, és lehet, hogy csak integetni akar. És amikor ott elveri a karját, akkor már nem lesz makacs. Aztán már nem. Ez nagyon beteg. És most vége az erkölcstanórának. Irány a testnevelés óra. Érezzétek jól magatok a gyerekek. Aztán szót fogadni. Aztán ne felejtsétek el, ahol a gyerekeket akik még jó meg is kellett verni. Igen, és kicsöngetnek tőle, és 20 gyerek így ül. És nem mer megmozdulni. És mikor hazamentek, és a munkátok azt mondja, hogy pakoljatok el a szobában, akkor tudjátok, mit kell csinálni. Hát bizony. Elpakolunk. Atya, most úristen. Mutassam el nekem egy olyan második és gyereket, aki egy ilyen tanmese után nem megy rögtön átöltözni is képen. Percen belül, keresztül, vagy két percen belül nincsen kész lent. Figyeljetek, én ezt a tornateremben az öltözőben, és nem áll vigyázban. Elmesélem a Beninek is. Próbált. Annyi jó, mindenképpen. Próbált neki. Próbált a gyereknek. Na jól van, drága szülők, ha ti is szembesültök bármivel, erkölcstankönyv, biológia, matek könyv, morningshow@klacefm.hu, ezeket az e-maileket mi látjuk, fotózzátok ki, küldjétek el, szemezgetünk belőlem. Holnapra egyébként megpróbálunk megszólalót keríteni ezügyben, hogy valaki ezt mondja el nekünk, hogy egy ilyen történetnek mi a lényege, miért kerül be, és egyáltalán tényleg, tehát ez kin megy keresztül, kin megy át, hány ember lát egy ilyen történetet, akik közül senki nem tűnik föl. Ez termesztő. És addig is, hogy mondjuk így gondoljátok a át, halott gyermekét megverő édesanya. Hogy mi az üzenete szerintetek a könyves Kelemen népbaladának, illetve hogy kell forintból euróra váltani, illetve hogy ha makacs gyermek van a családban, akkor mire számíthat? Ez mi volt? Ha. Ez mi volt? Te voltál Ákos? Ez mi volt ez az ásítás? Ez egy effekt volt, de nem nyomtam meg semmi. És egyből rám kerül. Jó, jó, oké. Okay. Azt hittem, hogy valaki ennyire nyilvánvalóan hogy beleásít a műsorba. Tényleg egy Grimm mese? Ezt olvastátok, hogy ez egy Grimm mese? Jó, most ne gyere ki ebből a sztoriból, hogy elaludtál a hírek előtt, Ákos. Na jó, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk 7:30, pontosan 4 perccel. 3:48 múlt pontosan 1 perccel, gyerekek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ha, megfulladok. Mi van? Ja, várja. Mi? Ja, bocs, itt vagyok. Igen, arra ugyetek. Rögtön megfulladok. Szóval az van, hogy hogy mondja az az állat, ami föltartja az ujját, tudod? Mindenki nyugodjon le. A csodába. Mindenki nyugodjon le a csodába. Tehát a gyerekek, ez nincs benne az erkölcstani könyvben. Tehát, hogy a hibáztunk, mi elismerjük. A makas gyermek. A makas gyermek, a másik kettő az benne van. Az abszolút. Tehát a hitleri párhuzam és a kőműves Kelemen és a játékait elcserélő gyerek, illetve a nagyra vágyó szülő, a nagyra vágyó gyerekkel, aki pórú jár, az benne van. Így van, a forint euró váltásos történet kísérlete matematika könyve szintén benne. Amin én azóta gondolkozom, és nem tudom, mi a megfejtés. Ha kétjegyű számot várok, de forintra kell átváltani, az azóta nem tudom, hogy egyébként mi a megfejtés, de a feladat tényleg jó. Viszont ez a makas gyerek, ez nincs benne, ezt többen elküldték a mi kedves hallgatóink közül, és köszönjük szépen nekik a helyesbítést. Ezeknek mi mindig örülünk, nyilván mi is elnézhetünk dolgokat. Ez egy népmese, és ez egy nagyon régi mese. És valaki ezt földobta az internetre, amit aztán nekünk egy hallgató elküldött, hogy te jó Isten, mi történik az oktatásban, Úristen, hát itt most Jézus Isten, hát ilyen rémtörténetekkel ijeszgetik a gyerekeket. De hogy nincs benne ez erkölcstankönyvben. Ez egy nagyon régen, 1850-es években megjelent mesekönyve van benne, méghozzá egy népmese gyűjteményben, ami ugyanakkor szintén érdekes, hogy ezek a mesék hogy születnek, meg kiírja, meg ijeszgeted a gyereket. De másik téma, viszont nincs benne erkölcstankönyvben. Tehát igazából ezt mi rosszul mondtuk, és elküldte a hallgató nekünk. Mi dolgunk is ezeknek utána nézni. Sokszor persze a hallgató küld valamit, az, ami foglalkozunk, és beemeljük adásba. Nem mondhatni ennek most se a hallgató, semmi nem néztünk utána, viszont a másik kettő az igen. Tehát az abszolút benne van, az euróváltásos megoldásokat továbbra is várjuk. A makas gyerek létező mese. Kérdés, hogy régen kimesélt ilyet a gyereknek, vagy most kimesélt, mindig érdekes. Mások voltak a nevelési elvek. Igen, hogy ezek a mesék tulajdonképpen tényleg hogy jöttek létre, kitalálja ki, és mondod ezt valaha a gyerekednek, viszont nincs benne erkölcstan könyvben. Így van, de a másik történetünk, ugye aminek a lényeg az, hogy a hóbortos gyerekek, akik a vágyaikért gyakran odadobnak mindent, hát kicsit hasonlítanak Adolf Hitlerre, ez biztos, hogy így van, hiszen tegnap este másoltam ki a tankönyvből. Aha. Az benne, az persze, az benne van egyébként, igen. Figyelj, egyébként az az érdekes szerintem, hogy bármilyen régi klasszikus mesét veszel a kezedbe, azok hasonlóan durvák egyébként. Szóval, ha a Grimm mesét olvasol, ha a régi nagy klasszikus meséket olvasol, de tényleg, ha csak egy János Vitézt is elolvasol, tehát meg kell, hogy érjen rá a gyerek, mert egyébként találsz olyan durvákat, nem?
mesében, Grimm mesében, ami azért tényleg megdöbbentő. Hát ezt egyszer beszéltük, hogy a legegyszerűbbek, és a piroska is a farkas, tehát felvágott, gyomorú farkasba követ teszel, még ő elmegy, de előtte megette a nagymamát. Igen. Azért van minden. Igen, de hogy közben ez a gyereket mégse terheli meg annyira. Nem, nem. Sőt, elősegíti a szellemi, lelki, adott esetben testi fejlődését is. Gondoljunk csak a János Vitéz első néhány mondatára, meg az első képre, amikor ugye Jancsi Iluskáját stíröli a patakban, a lábait, a melleit, stb. János Vitéz. Finoman nézi csak, hogy a kis idomait, a szőke haját. Te züllött, és már sokat látott fantáziát gondolja ezt túl. Ő csak azt mondja, hogy milyen szép, ahogy megcsillanott a víztükörben. De az mi ő... lett volna, ha nem jön most, ha? Hát akkor ott nagy egymásra találás lett volna, igen. Na, úgyhogy tényleg mindenki nyugodjon meg, nincs benne. Nincs benne az erkölcs tankönyvben, de köszönjük szépen a helyesbítés, mint rémtörténet, vagy mint mese egyébként érdekes. Ha pedig valaki tudja az euró megoldást, akkor nyugodtan küldj el nekünk, jó? Mi pedig játszunk, itt van már egy játékosunk, és rögtön utána nézünk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Azt szoktuk ilyenkor játszani? Azt igen, 8 előtt mindig az van. Ugye? Mindig az van. De ugra iskoláztatunk is, ha akar. Akkor már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Tünde vagyok. Tünde! Szia, Tünde, jó reggelt! Tünde, honnan hívsz minket? Budapestről, Cseperről. Cseperről. Van már gyermek? Van 3 nagy. Na, mekkorák? 19, 18, 16 a kislány. Ó, hát akkor te már túl vagy ezeken, hogy mit lehet találni. Túl. Tankönyvekben. Igen. És mi az, ami nincs benne a tankönyvekben? Mit csinálnak a gyerekek? Mit tanulnak? Hát az egyik elektronikai mérnöknek tanul. A másik élelmiszereladónak, a harmadik meg vegyi áru eladónak. Na, okay. Bótosra mindig szükség van. Nagyon, igen, igen. Nagyon helyes. Milyen egy irányba mennek a gyerekek? Ez tudatos nevelés, hogy senki nem akar másfelé menni? Hát nekem is eladó a szakmán végül is. Hát nem tudom, lehet, hogy ez ilyen örökletes. Aha, hogy 3 gyerek, és úgy mindenki nagyon egy irányba orientálódik, ahogy hallom. Azt hittük, hogy van egy hipermarketetek, és szeretnétek, hogyha mindenki a családban van. Azt hittük, tiétek a Tesco, tudod? És hát minden, igen. Mindenki eladó lesz, igen. Vagy az osan. Na jól van. Tünde, figyelj, szokott menni, Óven bácsi, Beru néni? Hát így a műsoron kívül, igen. De amikor már így adásba vagyunk, akkor nem. Na, ez tele vagy önbizalommal, ez nagyon, nagyon jó. Ez szimpatikus, én is ilyen vagyok. Nagyon szimpatikus. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Jó. Kis repülőző. Repülnek ez valahova. Jönnek az X-árnyúval? Azért ez igen, ez a propelleres X-szárnyú. Van nagyon gyenge X-szárnyú, igen. Na figyelj, mutatunk egy rövid részletet az énekből, figyelj. Hát ez... Még egyszer esetleg. Jó, rövid lesz, nagyon rövid. Nagyon ismerős. Ez magyar, ugye? Uh-huh. Ez magyar, igen. Igen, 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 igen. Úgy érzem, hogy átjött neked. Egy kicsit hosszabban. Vegyük ki a bögrét azonnal? Igen, föladod? Igen. Jó, figyelj, kivettük a bögrét, azt már nem nyerheted meg, jön egy hosszabb részlet, figyelj. Jaj, de milyen Ferenc? Jézus. Van egy ilyen nevű előadónk, lesz megint nagy koncert, de nem biztos. Kérdezted? Nem, akkor... De? Erre azt kell mondani, hogy de ez még nem meg de? Csak kérdezte, hangosan gondolkodt, hogy Demián Ferenc, nem? Hallgass meg még egyszer, figyelj! Jaj, Hát, pedig itt van. Hát azok alapján, amit dúdolsz, még messze vagy, de... Igen, még azt mondhatom, hogy meleg, de most már inkább hideg. Most, hogy ezt végig dúdoltad, ez most újra nagyon hideg lett. Tehát itt bementünk egy jeges fürdőbe, egy ilyen merülő medencében vagyunk. Nincs meg? Hát nincs, sajnos. Na. Még esetleg egy kicsit hosszabban. Na, egy nagyon hosszú mutatót. Jó. Jaj. Eddig megvoltunk, eddig idáig is eljutottunk, vagy eddig előbb is eljutottunk. Igen. Hogyha eljössz,
Nem. És futsz a réten át, kinyílik a sok virág, mint a szívem. Oda át. Ó. Ha megírtuk az évezred dalszövegét. Na mutatjuk. Figyelj, szerintem elsírod magad, ha meghalod, mert itt volt a nyelveden, tényleg. Tünde, figyelj, hallgass meg. Igen. Istenként. Az bizony. Hát, nem rossz, nem rossz. Nem. Hát, szomorú vagyok. United. Az. Igen. Na jól van. Jó van. Köszönöm, hogy Juráj, itt hajnalban, vagy mi a ennek a dalnak a címe? Hajnalban, még hajnalban. A napos más. Taraj, taraj, taraj. Taraj, taraj, taraj. Igen, igen. Jó van, köszönöm szépen. Tűnik, hogy legközelebb lesz ajándékcsomag, ne keseredjen, jó? Jó, semmi baj. Szép napot, sziasztok. Köszi a játékot, ciao, hello, hello. Többen írják a megoldás, hogy 0 forint. Ja, mert hogy nem volt forintja. Aha. Hát... Nem lehet, hogy elszúrták ott azt, hogy eurót akartak kérdezni, csak ám. Aha, forint hiteles, lehagyjuk vagy magunkat elbizonytalanítani. Igen, hát kísérleti a matematika szerintem alapvetően nem arról szól, hogy beugratós kérdéseket rakunk be. Tehát, hogy bárcsak tudnám, mit jelent a kísérleti matematika. Lehet, hogy pont ezt. Baleset az M3-as a Miskolc felé, Mogyoródi kiáró előtt a kanyarban két sávon állnak az autók, ezt CZ küldte nekünk. Köszönjük szépen. 5 perc, pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani Feri, hello! Jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk, friss közlekedési híreink is vannak. Füzesabonyban nincs egy szem hó sem. Nem ér riogatni a népet, ez Boti küldte nekünk, mondtunk valamit, vagy Ákos mondott igen. valamit? Vagy de több hallgató megírta egyébként, igen? Tehát lehet, hogy te Füzesabony éjszakon laksz, érted, és délen meg havazik. Mit tudjuk mi mekkora az? Igen. Mi hiszünk egyébként a hallgatóinknak, tehát hogyha valamit elküldötök nekünk, akár SMS, akár e-mail formájában, mi azt komolyan veszünk. Igen. Erre mutattunk példát az előző fél órában, igen. M1-es Tatabánya centrum lejárónál Győr felé Ecserva szűkül aszfaltozás miatt, ezt Tilla küldte nekünk, köszönjük szépen. És 4-es út bevezető üllőnél felüljáron 5 autó ment össze. Nagyon nagy a kocsi sor, Becsés felé lehet kerülni. Ezt Joe küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez is friss közlekedési hír. Volt, azt hiszem, hogy van-e még friss, de most tulajdonképpen ennyi. Léci küldj egyet az X-Faktor fináléjára. Nagyon örülnék neki, Andrés. Bencének kell megkívni. De nem mostan, nem értem, nem tudsz intézni egy jegyet a X fináléjára. Tényleg legyél már ember, karácsony van. Azért, mert veszítesz a teniszben. Na, kap már össze magad. Legyél már. Igazad van. Most egy jó. Hát... Elintéztem. Andrisnak egy-egy. Egy X-Faktor fináléjára. Abszolút. Jó. Megoldom. Nem könnyű bejutni ámoda, nem olyan könnyű. Andris, benn vagy az X-Faktoron. Na, tessék. Jó, de Andris úgy gondolta, hogy Andrés a színpadon... Igen, Andris úgy gondolta, hogy fellépő lenne. Jó, gyerekek, mindent a hallgatókért. Jó, Andris, írjuk ki a telefonszámát, és akkor Andris kap egy egyet az X-faktorra. De akkor már duplát. Hát persze, biztos, hogy nem egyedül megy. Biztos, hogy nem egyedül megy. Villant egyet egy csajjal, vagy egy csajnak, hogy azt mondja, figyelj. Ja, mondjuk két csajjal bevonulni, azt szerintem az menőbb. Az nagyon menő. Jobb oldalt két, 3 jegy. És oda viszont már kell egy íz, egy háttérkísérő, akkor igen. 4. És oda mennék, hogy szia András, hagyjál itt, és megyünk, tudod, és aha, igen. Az mennyire menő lenne. Az igazán menő. András, én mondjuk elintéztem, meg hova tudunk leülni. Igen, ne kolbászolj el messzire, mert ha nem tetszik, jövünk, itt áll az autóval, jó? Járom motorra. Igen. Jó, Andrásnak el van intézve. Jó? De na, gyerekek... Valaki még valami? Valaki, igen. Kiért, mi tehetünk valamit, csináltunk még? Gyerekek, a Viki két ismerősének kellett egy egyszerezem, és az a döntő előtti utolsó előtti élőre tudtam. Annyian akarnak bejutni. És gondolod, de ha már nekem sem. Na jó, de hát ugye a feleséged ismerőséről volt szó, azért is igaz, hogy annyira nem kedvelem őket. Annyira nem törtem össze magam, hogy bejussanak. De legyen karácsony, majd gyerekek, segítsünk, akinek tudunk. Úgyhogy Andrásnak két jegy elintézve. Majd Janit hívt. Eplényben megnyitották a sípályát, gyerekek. Fogtechnikus írta nekünk. Mi van? Hát azért, aha, mert éjszaka esett 3 centi hó, még nem csinálnak, biztos. Vágják a füvet? De most komolyan. Tehát már műhavazni lehet most? Lehet hóágyúzni. De 4 fok, 5 fokban? Hát az tökéletes már, az persze. Jó? Igen, az jó. Hallod, Jani, megyünk Eplénybe. Aha, mint tavaly és tavaly előtt.
Szerintem ezt a dossziét ne nyissuk újra. De ezt a azért, fejezetet ne nyissuk ki, vagy tudod, ne beszéljük újra, ne tárgyaljuk át, ne beszéljünk megint róla. Csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy vannak az embernek olyan kitűzései, amiket ugye azért nem csinál meg, mert te például csinálod. Tehát te vagy a síelős a csapatban, mi a francnak menjünk síelni, ez volt a te privilégiumod. Te tudod, mit fogsz csinálni idén télen? Otthon fogsz a kis porontyoddal üldögélni. Csüc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 s
Menjünk síelni. Én lemondtam erről idén, nekem sajnos idén nincs gyerekek. Igen. Úgyhogy küldjetek képeket. Ez lesz. Na most amitől nem félek az az, hogy ti ketten valahol a Magas Tátrában épp egy nagyon durva snowboard kabátban vagy snowboardoztok, vagy sieltek. Tehát ettől nem félek, hogy jön, nyitom majd az e-mailemet december 28-án, és látom, hogy egy hűtében nagyon forradborosztok. Nagyon forradborosztok, letámasztva a lécek, és éppen nagyon most mondtam, hogy Bali, most csatolunk mindjárt, és olyat megyünk a piros pályán. Tehát ettől nem félek. Aha, na majd figyelj csak. Összefogjuk szerint, most komolyan mondom, hogy ezzel most kinyílt a zsebünkbe a bicska. Feri, tegyük össze az összes olyan dolgot, amit a Balázs szívesen csinált az elmúlt években. Minden, amit nem fog tudni most a gyerekáldás miatt. Még egyszer gratulálunk, és nagyon sok sikert. Jó egészséget kívánunk a kismamának és a kőparanynak. Így van. Köszönjük szépen. Hosszú átoló testkét. Akadna a torkotokon minden falat, amit ma reggel megesztek. Mindent szedjünk össze. Mindent, amit szeretett valaha is ez az ember. Lovagoljunk, menjünk síelni, menjünk íjászkodni, menjünk el teniszpályára, bohóckodjunk egy kicsit, pattogtassunk ott össze-vissza, semmi értelme nincsen. Annyira suták vagytok mindenhez, amit én csinálok, hogy egyszerűen nem félek attól, hogy lóra ültök, már láttam, hogy ülsz lövön. Hát de miért? Labdaérzéketek tulajdonképpen zéro, síelni, nem hogy síelés, persze, persze. Nem voltak, havas hegyen nem voltatok évek óta, mert nem mentek. Mondtuk márciusban a Tájföldet? Hát persze, hogy most mi megyünk. Na, hát megyünk. Nem mentek sehova. És mindenről lesz kép. És minden jövőben vagy hétfőn, és majd ott lesz szépen a kép. Ott állunk Ferivel, a frissen vaxolt, egyébként egy percig sem használt léceinkkel. Persze, elmentek ide, és nézd Bali, ez csak az fotó, csak egy fotó, tehát nekünk nem kell síelnünk, meg nem kell lovagolnunk, csak megcsináljuk a fotót. Azt gondoljátok, hogy a gyermekáldás börtön. Azt gondoljátok, ha valakinek új gyermek érkezik a családba, az úgy éli meg, hogy az egy börtön. És igen. És mindenről valójában így gondolkodik. Nem, gyerekek. A gyermekáldás egy nagyon csodálatos dolog. Uh-huh. Úgyhogy bárhova mentek, gondoljatok arra, hogy sokkal szebb dolog egy kakis pelenkát éppen átkonvertálni tisztába, vagy éppen barátkozni az új jövevényre. Figyelek, mit mondjuk ahhoz képest egy fekete pályán való lesiklás? Mi olyan az? Képet is fogok neked csinálni, hogy a jobbomon ott lesz Márk, a másik oldalon pedig a Tamás. Ők mennek. És ott lesz a közében. Igen, ott lesz a közében, és elég zavaros lesz mind a hármunk tekintet. Még ilyet is küldeni fog. Igen, na, csak hogy egy kicsit egyébként a beszűkült tudat állapotokat egy kicsit kilendítsem. Akarok három mondatot beszélni egy műsorról, ami gyerekek, én szeretek, képzeljétek el. Na. Megszerettem. És ez a köztévén megy. Kicsit és izgulok most. Hogy? Igen. Hogy mit mondok? Hogy rosszat mondok-e? Péntek estét mondod? Időjárás jelentés? Felvételről megy, mert sosem tudom megnézni, mert mindig vagyok valahol, úgyhogy nem tudom, ez melyik nap megy, de van egy olyan műsor, amit én most nagyon, nagyon kedvelek, és ez a közszolgálati megy. Ez lehet, hogy egyébként péntek este azért kérdezed, izgullont kellene, hogy mi megy péntek este? Nem, mondd ki. Van egy műsor, ahol fiatal tehetségek vannak. Uh-huh, ez a Virtuózok. Figyelj, én ebbe belenéztem, én ezt a műsort imádom. Ez a műsor nagyon jó. Nem, az a baj, nem láttam belőle még egy hangot sem, de most már megy. Gyakorlatilag ugyanúgy ugye tehetségkutató, csak olyan tehetségeket keres, akik tényleg azok, és a klasszikus zenében mozgolódnak. Igen. Képzeld el, hogy az egész műsor jó. De ezt most így írjátok fel, hogy én ezt mondtam, mert róla mindig azt mondják, hogy csak arra, ami RTL-es, és semmi másról nem mondok soha jót, vagy ha én bántok egy műsort, azt is biztos azért, mert RTL-es vagyok, de nem. Tehát én, ha beszélek egy tévéműsorról, mindig nézőként beszélek, nem azért, hogy én melyik csatornán dolgozom. Nagyon helyes gyerekek, fiatal gyerekek vannak benne, a Benni is egyébként ámulattal nézi, akik zongoráznak, hegedülnek, cselló játszanak, hárfáznak, és közben az egész valahogy nagyon helyes, ugyanis nagyon ügyesen elvették az egésznek azt a fajta modorosságát, ami a kis ilyen mini felnőttekben van. Tudod, amikor egy gyerek 8 évesen átszellemült arccal mini felnőttként nagyon zongorázik, és nagyon komolyan frakban ül és interjút ad, attól a víz lever. Mert szerintem az szörnyű. Ezek a kicsit koravén, koraérett ilyen mini felnőttek eljátszák 8 évesen, hogy ők már kész emberek, szülői nyomásra, tudod? Hát mert sokat néztek a dalban a zsűrit.
Igen, sokat néztek a dalban az Jürit. Nem, szegények 4 éves koruk óta zongoráznak, és ilyen koravének lesznek, és 8 évesen úgy beszél, olyan szavakat használ, és rettenetesen modoros, és azt látod rajta, hogy egy 20 éves ember 8 éves testben. Na most ez a műsor nem ilyen. Nem ilyen. Tehát nincs olyan, hogy 8 éves gyerek bevonul frakban, a hon alatt a partitúrával, nagyon komoly arccal leül az zongora mellé. Megőrülök. Hátra dobja. Jaj, ne, megőrülök. És minden egyes interjúban elmondja, hogy egyébként Chopin hallgat, Dostoyevskyt olvas. És most egy kézzel. És megvetően néz azokra a gyerekekre, akik PSP-znek és moziba járnak, és van igazi gyerekkoruk. Most kérdezed, hogy nem. Van például egy Misi nevezetű kisrác, egy állandóan mosolyog, baromi helyes, Boros Misinek hívják, zongorázik. De a gyerek úgy zongorázik, hogy besírsz rajta, és egyszerűen nem érted, hogy volt a szülőknek energiája, valószínűleg 4 évesen a gyereket leültetni, nyilván van egy affinitás, hogy a gyerek valójában le akart, nem arról van szó, hogy a szülők erőltetik. Egy nagyon mosolygós, nagyon cuki gyerek, aki interjút ad, mosolyog, nevet, bemegy, próbál, majd leül a zongora elé, és olyan áhítattal, olyan gyönyörűségesen zongorázik, hogy nem hiszed el. A megyei tűzoltóság ott áll a kezénél, ha kigyulladnak klaviatúrára, olyan tempóban. Bekerült a döntőbe, és nagyon-nagyon drukkolok neki. Van egy-két fél profi is már, akinek egyébként saját műsora van, a számomra kicsit fura, hogy kerül ide, de ő más korosztályban van. Ő egy ilyen 8 éves forma. Hát figyelj, ha tudjátok, nézzétek meg. És az egész műsor közben nagyon helyes. És úgy szólalnak már meg a művek, hogy komoly színpadi kísérletet, tehát olyan, mintha te otthon, ha jó minőségben nézed, mintha egy hangverseny néznél. Figyelj, szenzációs. Tehát annyira elrugaszkodik attól, ami most a tehetségkutatás, de tök jó, mert nyilván közszolgálati, tehát tök jó, hogy más csinálnak, nem ugyanazt. Nagyon ügyes. Van egy 6 éves kislány, aki hegedűn játszik. Nem hiszed el, hogy játszanak. Figyelj, döbbened. De ő még nem nagyon... De mit játszik rajta? Hát kérlek szépen darabokat, zenei darabokat. 6 éves kislány olyan tempóval játszik, hogy hát vannak még félrecsúszott hangok, de az tök természetes az ő kis kezével, olyan tempóval játszik, hogy így nem hiszed el, és ő még így visszafogottan nyilatkozik, hogy hát igen, szeretgélek hegedülni, és nagyon aranyos. Nekem a zsűrivel van egy pici bajom, mert most a múltkori adásban bejött egy ilyen 8-10 éves forma gyerek, aki egy tangót adott elő, ha jól emlékszem. Egyedül. Nem táncban, hanem zenei, ja, zenei formulában. Igen, tangózott egyet. Igen, tangózott egyet, és mondták, hogy nagyon örülök, csak ez egy zenei tehetségkutató. Azt hiszem tangó volt a zenei stílus, mert mindegy, tehát valami latin-amerikai, és ott a zsűri azt bírta mondani, hogy a hiányzott belőle kicsit a szexualitás és a túlfűtöttség. Oh. És így mondtam, hogy 8 éves, tehát igen, hogy hagyd ne persze, tudja már. Figyelj, igen, más a zsűri, mint egy X-faktor, mint egy voice, tehát kevésbé extrovertált művész emberek, komoly zenészek. Se baj. De hogy az egészhez, ha egy kicsit belassulsz, és az egészhez egy kicsit kettőt hátralépsz, és elfelejted azt a fajta nézői vénádat, ami ilyenkor megszólal, hogy izgalmas, mozgalmas, kirakja, mondja, nagyon durva, és adsz az egésznek egy fél órát, hogy ráhangolod, többenetes. És úgy, hogy igazából nem is, tehát nem kell rajoganod a komoly zenéért ahhoz, hogy értékeld a gyerekeket. Nem, közismert darabokat játszanak. Közismert darabokat játszanak, de közben mindezt úgy, hogy kicsit arra gondolsz, hogy basszus, de jó lenne. Tudod, én nem aztán sem erre nem nyomom a Benit. Meg tényleg, ha akar, judozik, itt kilőtt nyilvessző, menjen amerre szeretne, tényleg. Mi csak segítjük és támogatjuk. Nem fogom leültetni zongorát, hogy benne nekem egy be nem teljesült vágyam, hogy egyébként én megtanultam volna. Tehát nem akar, nem zongorát. Te benyomlád ide is? Az RTL kicsit... ellen, akkor benyomlál a virtuózok közé, ne? Nem, mert nem jár. Fél váldobás, tudod. Mit tud a gyerek? Nagyon jól tud kókjárásba menni, nagyon ügyesen judózik, és hihetetlen jó rajzol. Nézzék meg. Nem, csak arra gondoltam, hogy kicsit örülnék neki, azt mondaná egyszer, hogy figyelj, apuci, meghallgatnám, vagy meg kipróbálnám ezt a zongorát, és mondjuk 6 évesen már így játszana. Mert közben a gyerek pedig annyira kiteljesül ebben, hogy szenzációs. És néztem, és kicsit tudod, az a szülői vén, amikor kicsit irigy vagy. Odaütetted a Benit, hogy gyere. Nézte, nagyon szereti a komoly zenét, nagyon tetszik neki. Tehát, hogy ő ezt nézi, persze 10 percig, aztán utána vége van. Akkor már várod a napot, amikor meg a szobájában letépi a falról a Kovács Anti posztert, és felrakhat egy kocsi Zoli. Jó, hát ez most még a judó az ő életében nem annyira durva, mert ilyen ovi judó, amire ő jár, egyébként nagyon szereti, de kicsit így voltam. Basszus, ez jó, hogy a gyereknek van már egy ilyen függősége, amiben egyébként csomó minden mást is kiél, és levezet, és a stresszt, és egyáltalán, tehát ő a hangszerben találta meg, ez csomó sokkal komolyabb más típusú addikciótól felnőtt korában egyébként szerintem megóvja a gyereket. Úgyhogy nagyon. Igen, az nagy kérdés, hogy mondjuk egy ennyire komolyan nyomott tehetség, aki napi, azért ők sok órát gyakorolnak, hogy ez ilyen legyen, hogy mennyi gyerekkora marad biztos, egy gyerek. Biztos, hogy kevesebb, igen. Az egy nagy kérdés. Nálunk a Soma a zenei agy a csapatból, a kettő
kettesből, és én vele szoktam nézetni, hogy na, nézz egy gyerekem, hogy mégis merre van előre, és mondja, hogy apa, én ezt már tudom, bemegy, van egy játékgitárja, amit megnyomod, hogy a gombotra, hogy ilyen rettenet metál van, azzal kijön, és térdem becsúszik a tévé elé, mondtam, hogy na, ez az. A külsőségek már megvannak. Igen, ez az, ami oda nem fog kelleni, tehát a térdem becsúszás, a gyakorlás viszont annál inkább. De szóval imádják tényleg a gyerekek. Igen, igen. Tényleg nagyon helyesek, úgyhogy abszolút. Hát valaki csak annyit vesz le, hogy látom az SMS süllyed, a hajó finoman kacsingatunk a biztos felé. Ebbe is van valami. Hát ez az emegy, hogy ott milyen sok jó műsor van. És az igazgatóság. Gyerekek, és ez a fajta tehetség, ami mostanában ott főleg a réteg műsorok. Hát azok aztán. Hülye, állat, süllyed a hajó. Igen, hogy tényleg az ember semmiről nem tud úgy beszélni, hogy ne kapjon egy ilyen kicsit látszatvalóságszerű jelentést tartalmat, hogy miről is beszélek. Ne, szimplán arról beszéltem nézőként, hogy szerintem egyébként ez egy helyes műsor, és hogy tök jó, és tökre odavaló, és örülök, hogy valami következő évadot akár már vezetnéd is, nem? Nem. Nem, mondd már. Nem, lennék én odavaló. Én onnan leugranék azért elég erősen. Az, ami kicsit modoros, néztem, egy ilyen göndörhajú ember vezeti a műsort. Egy pillanatra láttam, áttekertem. Már nem őt, jaj, nem akarom ezzel megbántani, hanem hogy... De, ne, a világért sát lehet, hogy kollégák lesztek. Rohadjál meg te is. Na most vágtam el magam, tudod, eddig olyan jól felépítettem, olyan finoman. Pár év múlva fogsz nem még tűzrakást is vezetni. Innen puszilom, Nova. Borbás Marcsi. Marcsit nem bántjuk. Nem, hát azt mondom, Marcsit nem bántjuk. Novodomszkévát puszilom. Így van. Borbás Marcsit imádom. Össze fogsz járni a Gundival. Hát ilyenővel kollégák voltunk. Így van. Ja, hogy pár év múlva én fogom vezetni a tűzkörbe. Még akár. Akár az is összejöhet. Filipet nem akarom. Ne, attól nem. Így van. Még úgyis csak az ő haja tűzálló. A Filip haja időálló. Az mindent. Az mindent. Az a jeget vág. Ser, a patkányok és Filip sérója. Ez marad az emberiség után. Na mindegy, nem erről akarta beszélni, csak arról, hogy szerintem ez egy jó műsor, aki ott szolgálati tévén. Mindenféle hátsó szándék nélkül. Virtuózbox, igen, azt te. Nem azt mondod, hogy virtuózok. Nem, láttam is tetszett, ezt akartam mondani. Várjál, beírom. Na, viszont segítsetek. Virtuózok Balázsa. Én már valami sejtek, basszik. Valami. És most mondanám el, hogy pénteken vendégműsorvezető vagyok ebben a műsorban. Nem, tényleg, csak nézőként beszéltem erről, de nagyon jó. Hogy egy dilemma, és szerintem ezzel sokan találkoztak. Ugye azért reggeli műsor, mert a mi történeteinkből épül, de nagyon sok hallgató rá tud erre csatlakozni, hogy ki találkozott már hasonló esettel, és ki mit csinált. Várj, találtam egy cikket. Szakadj már le erről, te szemét, én csak annyit mondtam, hallod? Hogy a virtuózok egy jó műsor, és szeretem. Balázs különleges 1929-ben készült csellóját. Nagyapám csellóját benyomtam a műsorba, és most pénteken látható lesz, hogy nagyapám csellója, hogy a 8 éves Petike. A 8 éves Petike csellózik. A gyerek előtt az a mi cselló. Hajrá, Misi. Hajrá, Boros Misi. Na, hogy... Na. Tegnap a Viki volt vásárolni, de ez ugye nem olyan fura, mert elég sokan járnak vásárolni. Egy olyan boltban volt, ahol te... 1 euróért sok mindent megvehetsz. 300 forintos bolt, nem azért mondom, hogy reklámot csináljak neki, hanem mert kérdés, hogy az a hölgy, aki csinálta vele ezt a dolgot, az tudatosan ment-e oda. Hogy mit csinálsz ebben a helyzetben? Beállt a kasszához fizetni, és húzott maga után, ott van ez a húzós kocsi, vagy ez a húzós kosár, mert ki lehajtod a fülét, nagy a füle, nem kell hozzá lehajolni, és a földön húzott a két kerék, vagy négy kerék, és húzott magad után. Beállt a kasszához, és a kasszánál vette észre, hogy a biztonsági őrőt figyeli. De várj, a Vikinek van ilyen húzós kocsi? Persze, van a sajátja, és mindenhova, ahol vásárolni, viszi magával. Dehogy is, te hülye, hát ott volt bent, és elvitte. Persze, de tőlem kapta tavaly karácsonyra, mindig valami nagyon drága dolgot teszi. Igen, bajtogatni, a hátán hordja. Igen, tavaly vettem neki egy húzós kocsit karácsonyra, tudod, hogy örült neki? Azóta mindenhova ezt viszi. De látta a boltban a Viki, és ő vitte el, a Viki lopott egy húzós kocsit? Nem. De érted a sztori? Te hogy jutottál el idáig? Értem, hát bent... műsorvezető? Hogy jutottál el ilyen magasra? Ha van ilyen az áruházakban. Van némelyik áruházban ilyen jellegű. Kocsi. Igen, húzós kocsi. De tényleg van.
Jó, húzós kocsival. Nem, jó, tehát a Viki húzós kocsival áll a kasszánál. Értem, hogy ti még mindig disznóbélbe vásároltok, de hogy már vannak olyan... Fonocskosárban. Vannak olyan, tudod, ilyen kis áruházak, a hipereknek egy része, kozmetikai bolt, akkor ezt a húzós kocsit te leakasztod. Húzós gurulós. Jó. Át a pénztárnál. Figyelte a biztonsági őr, és azt nézte, hogy kit figyel. És van ilyen nyavikinek? Rohagyjatok már meg egy picit mind a ketten, tényleg, de csak úgy egészen finoman, úgy tényleg hagyjatok már még, hogy beszélek egy műsorról, nem lehet, felvezetem a témát, a nyolcas témát, nem lehet. Na. Van ilyen, igen. Tőlem kaptak a lányos. Piros. Ja. Nagyon szép piros, de drága volt. És nem is ez a lényeg, hanem, hogy áll a pénztárnál, figyeli őt a biztonsági őr. És áll mögötte egy nénike. Tudod ki a néni, aki már megöregedett, Feri. Nem akarnak összeszavarni, tehát van... Tehát vannak fiatalok, igen, vannak kibések. Igen, jó, megvagyok. Rendbe teszem. Azt látja, hogy figyel a biztonsági őr. És kiderült, hogy a mögötte álló idős hölgy keze benne van a Wikiben. Hogy hol? Mi van? Nem biztos, én vagyok a hülye. De nem teljesen természetesen a Wikiben, hanem a Wiki táskájában. Benne van a Wiki táskájában. Vagyis a 80 éves mami az nem csinált más, mint készült a nejemet meglopni. És hogy a dilemma az, hogy egyébként ilyenkor te felnyomod és szólsz, vagy megsajnálod és azt mondod, hogy nem szólsz, és nem akarod bántani, nyilvánvalóan ő ki akarta venni a pénztárcáját, állt mögött, és hogy benne állsz a kasszánál, ugye még a hátadon van a táska, mami ráállt egészen szorosan, és benyúlt a kezével a táskába, és megpróbálta a Viki pénztárcáját kiemelni. És a döbbenet az, hogy vannak emberek, akikről nem gondolod, hogy ő abban az adott élethelyzetben lopni fog majd tőled valamit. És tulajdonképpen a művelet alatt, amit a Viki fölpakolt, ugye, addig ő megpróbálta a pénztárcáját kivenni. Viki nem szólt a biztonsági őrnek, és hagyta a mammert egyébként elmenni, aki nyilván azóta már lehet, hogy 6 másik embert meglopott. Most az is gyanús, hogy ilyen csöndben vagytok. Most miért vagytok ilyen csöndben? Azért, mert figyelünk, nehogy szétrajjuk a sztoridat. Nem szólt, igen, nem szólt. És a kérdés az, hogy ki találkozott már olyannal, amikor idős ember lop, váratlanul lopnak meg, nem számítasz rá, és egy olyan élethelyzetben akar tőled valaki valamit elvinni, szólsz, nem szólsz, lebuktatod, nem volt de szíve. De sikerült kilopni a pénztárcát, és úgy ment, tehát nem loptál el a pénztárcát. Nem lopt el, észrevette, csúnyán ránézett, és a néni kivette a kezét, mammogott ott valamit, bocsátott kért, és elcammogott. Tehát az az erkölcsi problémát, hogy egy 70 éves nénit jelentünk-e a biztonsági őrnek, mert hiszen 70 éves, tehát ő már lophat. Nem, ez erkölcsi probléma azért az túlzás, nem. Nem. Csak egy dilemma. Egyébként, hogy most ott inkább azt mondod, hogy megszólal belőled az ember, és azt mondod, hogy hölgyem, bocsánat, vegye ki a kezét, de utána nem hurcolod meg, mert kicsit megsajnálod, vagy azt mondod, hogy már pedig jelented a biztonsági őrnek, illetve nyilván a téma az majd, hogy ki milyen élethelyzetben vette észre, hogy ki akarják rabolni, ki mit csinál, szólsz, nem szólsz, nyilván szólsz, ki milyen konfliktusba keveredett, tehát erről szól a dolog, nem arról, hogy jelentsük el. Szerintem egyébként nyilván kell, tehát hogy adott élethelyzetben nem tudom, mit csináltam, lehet, hogy szólok, hogy elnézést, pont a 26. vagyok, akit a néni ki akar rabolni. Csak hogy érdekes az élethelyzet, hogy egy öreg, idős, szegény, nyugdíjas azonnal bemószerolod-e? Hát, nézd, most igen, nem? Most, hogy persze, hát ez a néni, ez egy tolvaj volt. De és elintézette, és azt mondod, hogy nem lopjon. Nem, elintézem, nem szólok, nem. Na, én elintézem ezt vele. Ezt elintézem vele, meg nem két akkor. Mondattal nem szólok, de két mondattal azért elmondom neki, hát így azért valljuk be őszintén, nem arról van szó, hogy mit tudom én, ha rászoruló lenne, akkor valószínűleg kint ülne az utcán és koldulna. Neki a lopás nem darogál, a koldulás meg igen. Nem tudod, tudjuk, tehát, hogy az miért, egész azt ilyen... se tudod, hogy miért nyúlt a táskádba, azt se tudod, hogy zavarodott-e, azt se tudod, hogy valójában lopni akart, van egy prekoncepciót, hogy biztos lopni akart, nem tudod, de nem adod azonnal rendőrkézre szerintem. Tehát maga az élethelyzet egyébként tök érdekes, biztonságért jött, kérdezte, baj van-e, Viki mondta, nem, pedig azért a Vikiről tudjuk, hogy azért... Lobbanékony, hát, hogy jóvatosan... Ki áll az igazáért? Így mondja, hagyj én elintézem! Hagyja csak, hogy elintézem, és már torokfogásra a mamáról éppen tudod, éppen egy ilyen dupla iponnal már viszi le, de szerintem jól tette, hogy azt átbeszéltük, hogy tök ügyes volt, hogy nem, meg szerintem ezt így is kell. Csak milyen érdekes élethelyzet egyébként, hogy nem adod ott rendőr kézre, meghurcolják, beviszik, zavarodott. Speciális idős, ez a helyzet. De közben azért. Mi van, ha néni erre bazírozik? És azt mondja, hát hogy idős vagyok, megsajnáltam, jaj, aranyom, nem is tudom, és közben a néni egyébként tudod, egy repülős kizit meghazudtolva, 8. pénztárcát veszi ki aznap a táskádból,
érdekes élethelyzet, nem? Na, és talán épp ezért érdemes szólni, hogy figyeljenek rá, mert lehet, hogy ez a néni, ez a bizonyos néni, ez minden nap ebben az áruházban van, és tényleg 8 pénztárcát ellop. Tehát ha úgy szólsz a biztonsági őrnek, hogy elnézést, uram, történt egy ilyen eset, hogy talán, ha a néni legközelebb jön, akkor figyeljenek rá oda, akkor az korrekt, nem? Igen, de hogyha... Itt, hogy mi volt tegnap, ő azt mondja, mert egyébként megsajnálta. Aha. Tehát hát az igen, van, csak... hogy tudod, hogy így basszus szegény. És nem az van, hogy tolvaj, tehát ezt megcsinál egy 20 éves fiatal srác, megfogod a kezét, és azt mondod, hogy persze. Vagy mondjuk egy ilyen 30-as ilyen ravaszkodós nő például azonnal. Mert hogy még fel is bosszant, hogy basszus, hogy milyen alapon mehet. De valahogy egy bizonyos kor után már inkább az lép elő belőled, vagy az szólalnak, hogy szegény, sajnálod. Aztán kérdés, hogy erre játszik. És ez egy ravaszkodó 30-as volt 70-esnek maszkírozva magát? Na látod, ez nem jutott, ez nem jutott eszünkbe. Ez nem jutott eszünkbe. Mondja, szóval nehéz ügy, mert én százszor könnyebben adok egyébként idős embernek, meg segítek idős embernek, mint mondjuk egy fiatalnak, egy fiatal rászorulónak. Ez nem azt jelenti, hogy természetesen, hogy a fiatal rászorulóknak határtán nem segítek, de hogy egy idős embert látok, akkor nekem is mindig úgy összefacsarodik a szívem. És szívesebben adok. De ez a néni, ez nem segítséget kért, hanem lopott. Igen, de ráadásul nincs olyan, amit te mondasz fel, hogy átadod, hogy figyeljenek a nénire, mert a biztonsági őrnek ugye már utána kötelező procedúrát így kell lefutatni. Egy jegyzőkönyvet kell felvenni, mert különben ez csak egy szimpla vádaskodás. Nem történt meg az eset, csak szólok. A Viki esetében nem történt meg az eset. Tehát mi vagy te, Jussz László? Nem vagyok Jussz László, csak nem történt meg az eset. Rablási kísérlet volt, érted? Rablási kísérlet, amely meghiúsult a... Káros. Csak igazad van. És közben arról is szól a dolog, hogy mi van ez a 70 éves néni, tényleg 20 éve egyébként abból él, hogy kicsit idősnek mondva magát lop. Jó, nézzük meg, hogy hallgatóink voltak-e hasonló helyzetben. Kitől próbáltak már ellopni valamit, mit csinált, ha talán mondjuk hasonló korosztállyal találkozott, szól, nem szól, mi ilyenkor az, ami mondjuk egy átlag hallgatónk fejében kipattam, vagy ott az adott helyzetben, te például hogy reagáltál, jó? Várjuk az SMS-eket, SMS számunk változatlan 06. 70! Ja. 645-00. Mi van? Semmi, Feri, kicsit lemaradt. Nem, ja. Nem, mert ez a kosár, tudod, hogy karácsonyra ez a kosár, ez egy nagyon jó ötlet. Igen, 9:04 perccel jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy mit kell abban a helyzetben tenni, vagy szituációban, élethelyzetben, amikor egy idős emberrel látod, hogy lop. Ez egy nagyon érdekes helyzet, és nagyon sokféleképpen látják a hallgatóink. Én azt mondom, hogy nem biztos, hogy az ember azonnal szól, közben nagyon sok hallgató és Feri is azon a véleményen van, és ebben is nagyon sok igazság van, sőt, hogy azért, mert valaki idős, nem logosítja fel arra, hogy lopjon, és ha valaki egy várandós embert, ugye egy fiatal asszonyt, akinek lehet az utolsó forintját veszi el, nem bazírozhatunk arra, hogy persze öreg hadd csinálja, vagy idős, hogy inkább ezt mondja. Az a baj, hogy megint itt a lélek húrjain, meg az érzékek húrjain akartok játszani, és ebben az esetben nem lehet azon játszani. Tehát amit most, igen, van olyan, aki 70 évesen nem tud megélni a fizetését, vagy a nyugdíjából. És van olyan, hogy egy olyan kismamát rabol ki, akinek meg egyébként megint nincs pénze. Ezek itt most nem számítanak. Ez lehet, hogy ez kegyetlenség. Én ezért vetettem fel, mert szerintem érdekes erkölcsi dilemma, hogy mit csinálsz. Igen, vagy kegyetlenség, hogy az egy bűn. Tehát elkövetett valamit, aminek van egy hozadéka, és szerintem azért kell, pont azért kell szólni, hogy figyeljenek oda rá legközelebb, plusz hát, ha ő is valahogy kikerül ebből a dologból. Tehát, meg ha nem minden... mentesíti, hogy időt, igen, tehát, hogy ne fogjuk igen, arra. Ha mindenki besúgja a szemét állandóan, akkor sose fogunk előrébb jutni. Nem, tök igazad van. Nem, itt az ember szólal meg először, basszus, mi van, ha tudod, nyugdíjas nincs neki, de hogy közben meg valószínűleg meg akar lopni, és az is lehet, hogy a hatodik vagy, de az is lehet, hogy zavarodott, és te vagy az első, és soha nem lopott, csak ott egy kínálkozó alkalom, jött egy villanás, benyúlt, és a nénit meghurcolják, tehát hiszem, egy csomó mindent lefuttat az ember. Itt nagyon sokan írják, hogy megverem, torokra ugrok, jaj, nem értek hát az sok elképesztő indulat van a hallgatóimban. Van egy hallgatónk, érdekes dolgokat mond, itt van velünk Edith. Hello Edith, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel! Na, Edith, neked a párod biztonsági őr, ugye? Igen, igen, igen. Na, és tudsz ehhez hozzászólni? Igen, egy ilyen, hát ilyen nagyobb üzletben, én Pakson lakom, és itt egy nagyobb üzletben biztonsági őr, és hát előfordult már, hogy ilyen idősebb nénike meg bácsika jöttek-mentek ilyen hosszú kabátokba, meg hosszú szoknyákba az idős néni, és hát a férjem elfogott egy ilyen idősebb nénit, hát ilyen 70 körüli. Sőt, szerintem 70 fölött volt, mert ezt a nénit konkrét én is láttam pont. És szegény tényleg, hát sajnálni lehetne, de azért egy ilyen hosszú kabátba fogta és belepakolta a mosószert, a kávét, éppen alkoholt, meg cokit. És vannak ilyen bandák, akik a túl sok férről, tehát ugye én Pakson, akkor Kalocsáról, vagy hát ugye a környékről, áthozzák ide a környékre, áthozzák ide őket lopni gyakorlatilag. Te jó Isten, tehát bandák szakosodnak arra, hogy időseket összefognak, adnak nekik, igen, mit tudom, napi 5000 forintot, 3-at, 2-t, nem tudom, és az a feladat a néninek, hogy lopjon.
Igen, meg a bácsinak, így van. Atya Isten. És akkor őket elfogják, hát ugye a rendőrség ugye kijön ilyenkor, felveszik a jegyzőkönyvet, benne vannak a körözésbe. És hát például konkrétan az ellen a néni ellen már 6 eljárás volt, de azt mondta, hogy őt nem érdekli. Hát ő bemegy a következő boltba, ugyanezt meg fogja csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy persze sajnálni ki, de azért lehet őket sajnálni, őket, meg idősek, meg mit tudom én, de azért ezért az 5000 forintért ennyit kockáztatni, én nem gondolom. De hát én azért, mert idős, én nem sajnálom őket, mert ő dob. Pláne, hogy tudod, hogy vagy egyes bűnbadák, akkor ezek szerint erre szakosodnak, hogy pont azért alkalmaznak időseket, mert egyrészt megsajnálod őket, másrészt még nem gondolsz arra, hogy ők lopnának. Igen. Persze. Nyilván ott az ember azért ezt így önmagában nem futtatja le, ahogy a Viki sem tette, és ezért érdekes a helyzet, mert ezt így halva, én is sosár azon az oldalon vagyok, hogy Jézus, persze szólni kell, hogy mégis látsz egy idős, törékeny esen embert, nem gondolsz arra, hogy a néni bűnszervezetben egyébként elkövetett lopást csinál, és ő, te vagy ma a 8. áldozata, és egyébként van egy főnöke, aki napi pénzért viszi lopni áruházakba. Tehát az ember így nem futatja le. Kínál a boltelet, és ott várja őket, hogy kijönnek, beülnek az autóba, és akkor kapja a pénzt, és viszi haza, és ennyi. Tehát ugyanezt megcsinálhatja ugyanúgy, hogy benyúl a pénztárc helyen, mert mondjuk nekem is, én nem vagyok a 70 éves, de nekem se jut eszembe, hogy belenyúljak a pénzt a táskába. Szóval persze, nem, ez persze, ez ebben teljesen igazad van, az ember néha árnyaltabban reagál bizonyos szituációkra, vagy nem tudja azonnal eldönteni, mi a helyes tudat, mert van egyfajta lelkiismeret, van az, amit ilyenkor tenned kéne, ezért érdekes élethelyzet. Ugyanígy, ha egy terhes nő próbál tőled elvenni valamit, nem biztos, hogy azonnal, lehet, hogy szólsz neki, nyilván ne lopjon, meg ne legyél balek, aki hagyott magad kirabolni azért, mert valaki terhes, csak nem biztos, hogy azon a rendőrt hívsz. Tehát, ha ő jó indulattal közeledne hozzá, akkor kérne, amit a Jani mondott, érted? Igen, hogy akkor megáll igazság, a bolt, igen. És azt mondja, hogy nincs pénz, és akkor még mindig eszedbe juthat, hogy az meg a koldus maffia. Tök mindegy, csak az korrektebb egyel. Érted? Azt mondani, hogy... Igen. Azt, akik 200 forintot, és akkor azt mondod, hogy vagy mit tudom én, egy 500-est, és azt mondod, hogy oké, én lehet, hogy bűnbanda, de nem lopott meg. Meg akkor tiéd a döntés joga, hogy segítesz, persze, vagy nem. Persze, ha meglopnak, ott nem dönthetsz. Persze, de én azt mondom, hogy te önmagadban nem hagyod, tehát elveszed a kezét, elmondod neki, stb., csak hogy átadod-e, és rendőrkézre játszod, vagy elgondolkozol, hogy mi a fenét lehet ilyenkor csinálni. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Én is köszönöm. Hello, Edi, ciao, hello. Szia. Na, nézzünk egy-két SMS-t, hogy mit mondanak a hallgatóink. Kicsit hasonló a tegnapi nemi erőszakhoz, nincs mentség a bűnre, írja valaki, egyébként ebben is abszolút van igazság, igen. Sziasztok, fiúk, engem egyszer egy vaknak tettető nő lopott meg, az eset úgy történt, hogy éppen az aluljáróban akartam lemenni, amikor kiesett a kezéből a bot, oda sírtam, hogy segítsek, lehajoltam, és felvettem a botját, ő közben belekapaszkodott a táskámba. Döbbenet. Mire a metróhoz értem, észrevettem, hogy nincs meg a pénztárcám, visszafutottam, de persze már sehol nem találtam a nőt. Borzasztó és hihetetlen az egész eset, ezzel csak azt ért el, hogy meglátok egy vakembert, összerántul a gyomrom. Puszi nektek, Szandra. Hogy mennyire az érzelmekre appellálnak egyébként tényleg, nem? Bizony, rögtön megsajnálod, odamész, és amíg segítesz, az alatt kira volt. Sziasztok, a kérdés az, hogy mivel sikerül ellopni Viki pénztárcáját, mert nem veszi észre, akkor milyen helyzetbe kerül a nejed? Kellemetlen, nem tud fizetni a kasszánál, nem beszélve az összes ügyintézésről. Ha így nézed, mekkora bosszúságot okoz? Nekem már lopták el pénztárcámat, kocsiból feltörték. Küldte nekünk Balázs. Nem kell őket csalni, a legtöbb ilyen idős ember lopós, arrogáns, pofátlanul hazudik. Ja, és nem kaját lopnak, inkább szeszt, szalámit és újságot. Ezt Spari küldte nekünk. Árnyaltabb a helyzet szerintem ennél azért sokszor. Picit általánosító az SMS. Igen. Véleményem szerint azért, mert valaki idős, nem jogosítja fel arra, hogy lopjon. Miért tisztelik az emberek a kort? Az csak egy állapot. Az ember a tettei miatt kellene tisztelni. Ez egy rossz beidegződés, hogy az időseket tiszteljük. Ha nem úgy viselkednek, nem kell őket. Az öreg tolva is tolvaj. Írja nekünk valaki. Felmenteni semmiképpen nem kell. Nem őket, kell persze. Azért, tehát érzelmileg azért áll hozzájuk egy kicsit így talán elnézőben az ember, mert arra gondol, hogy időskorára ilyen helyzetbe került, hogy lehet, hogy az élete hozta úgy, hogy neki most dobnia kell, vagy koldulnia kell az utcán, ezért, hogy elnézőbb velük szemben. Bécsben kaptam rajta egy 70 év körüli nénit, hogy a párom táskájában keresgél. Egy ideig néztem, gondolkodtam, hogy bántsam-e, vagy mit csináljak, de végül megfogtam a kezét, de nem bántottam, Kálmán. Hát ugye, bántani nem kell, tehát igen, nem kell megverni. Hát nem biztos, hogy jó megoldás. De az semmilyen esetben nem jó. Igen, az nem biztos, hogy bármit is megold, igen. Idős házaspár belém tolatott egy parkolóban, hamis nevet, telefonszámot megadva elmentek. A rendőrség megtalálta őket, de még a rendőröket is megpróbálta átverni. Ja. Papa rutinos. Írja föl, az első. 70, Bonnie 6, és 22. Clyde. Bonnie és Clyde, igen. Kivett egy nő egy 1000-est a 10000-est a zsebemből, szóltam a biztonsági őröknek, az őr odament, és a nő majdnem kikaparta az őr szemét. Erre az őr olyat bevert a nőnek, hogy még nekem is fájt, de meglett a lóvém, írja Tibi.
Na, az is egy más kérdés, hogy a biztonsági őr így jár el. Igen. Te lehet, hogy ezt két napot megcsinálják egymással. Régi ismerősök. Srácok, én egy kis faluban élek, igen, lehet, hogy csak valami régi vita, ahol egy kedves, jól szituált nyugdíjas néni évek óta egészíti ki bolti lopással a nyugdíját. A faluban és a környező településeken minden biztonsági őr ismeri, mint a rossz pénzt. Nagy többségben elengedik, mert jaj, szegény idős néni. Közben ugye nyilván tolvaj. És nyilván ha már visszaeső, mert hát, hogyha első esett, akkor tényleg azt mondod, hogy kétségbe esésében ugye oda nyúlt, mert már nem jutott, tehát éhes volt, azt elfogadom. De amikor a 45. konyakot lopja el, és érted egy nagyobb értékű műszaki cikket, arra már mit tudsz mondani, hogy az megélhetés és többször jött vissza. Persze, az egyértelmű, persze. Hello, skácok, felőlem lehetne a néni 100 éves is, jobbossal a földre küldöm, torokra térdeléssel várnám a rendében őreid, üdv Tamás. Hát ez van indulat, bőven. Picike. Most tényleg megvered. Tehát elkapod a kezét, kicsavarod, és hát, lecsepered csavarod le, rá a torkára, és közben ballal tudsz telefonálni a rendőrségnek. Igen. Na mindegy, érdekes élethelyzetek ezek szerintem, hogy ott az adott pillanatban az ember hogy reagál és mit csinál. Egyébként egy jól szituált, nem alkoholista, nagyon kedves, idős benyomás keltő néni volt. Tehát semmilyen rosszul öltözöttség, vagy bármi, amilyenkor így felléphetne. Az nem volt. De a kerekes kosár... Azt engedd el, az neked nincs. Hármas ugrás, játszunk már, itt is van egy hallgatom. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok, jó reggelt. Szia. Hello, Sanyi. Hello. Hol vagy, Sanyi, helyileg? Helyileg Münchenben vagyok, de zsámbéki lakos. És mind a kettő hely milyen szép. Így van. A zsámbék nekem egy picit jobban tetszik. Melózol Münchenben, vagy pedig csak kirándulás? Jó, rossz vonatra szálltál. Terrautósofőr vagyok, és éppen átutazóban, hogy most éppen itt látom félre, tudják veletek játszani. Na, milyenek a kérdések, Jani? Nevetségesen könnyűek. Nevetségesen könnyű. Egyébként nem, de szerintem a második is menni fog egy terrautósofőrnek. Mindenképpen mennie kell, az első az tök triviális, hát a harmadik egy kicsit majd meg kell dolgozni, de... Így van, mehetünk? Mehetünk, próbáljuk meg. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Hogy hívják a talizmányát kereső törököt az Egri csillagok című regényben? Irodalom. Valóban szerintem. Az... Igen. Azt hiszem, gyumurgyák? Így van. Ez az. Így van! Pontosan! Így van. Gyumurgyák! Gyumurgyák, mehetünk tovább? Próbáljuk meg, bár segítségem nincs, de nem riadunk vissza. Na, meglátjuk. Itt szól a második kérdés dedikált Egér alátétél. Melyik megyékben található Magyarország legmagasabb pontja? Melyik ez a megye? Hát ez nem olyan nehéz. Talán nem vagyok benne biztos, de Nógrád megye? Sajnos nem. Ajaj. Nem, ez Heves megye. Heves, már pedig Heves. Nem tudtam most, hogy Nógrád vagy Heves. A kettő, Heves megye. Így van, így ugye. Van. Mátra, kékestető. Mátra, így van, kékestető. Egy dekár. Hát ez... Igen, ez Sanyikám elment egy picit, de legközelebb lesz valamilyen kis ajándék, meglátjuk, biztos sikerül, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszi a játékot. A játékot én köszönöm szépen. Köszi. Hello. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, 5 perc van, pontosan 9 óra. Tegnapról még tartozunk valamivel. Ugye tegnap beszéltünk a pécsi rendőrség 3 kampány spotjáról, és ígértük, hogy már megpróbálunk megszólalót találni. Úgyhogy 9 óra után még Tibi előtt elmondjuk a fejleményeket, hogy milyen levelezés ment egyébként az ORFK-val és a pécsi rendőrséggel, mert hogy ígértük, hogy utána járunk ennek a dolognak, és lezárva, megadva a nyilatkozási lehetőséget, megkérdezzük a pécsi rendőrséget, hogy mégis mit szerettek volna ezzel mondani. Talán az üzenet picit félrecsúszott, nem hibáztatva őket, csak hogy nyilatkozzanak, mert úgy kerek ez a történet. Úgyhogy elmondjuk, hogy mire jutottunk,
és folytatjuk is, mert hogy Kassa Tibi jön, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt pontosan 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello Feri, hello! Drága hallgatók, nagyon sok információnk van, gyorsan egy hét közlekedés mindenek előtt. Győr Zámoljon a polgármesteri hivatal előtt mérnek egy fehér Seatból, ezt Elli küldte nekünk. Tiszaújváros körforgalomnál rendőrség és katasztrófavédelem csak normálisan, kis Jánya üzeni, köszönjük. Hódmezővásárhely felé az Algyői körforgalom előtt szürke buszból mérnek a 47-esen üzeni kopó, M3-as baleset Nyíregyháza felé a 22-es kilométernél, ráadásul a belső sávban, ami szintén nem jó hír, és a gyorsforgalmi úton Ferihegy 1 kapunál Budapest felé torlódás van, ugyanis koccanásos baleset történt, üzente nekünk Peti. És nem, ez az utolsó 47-es főúton, 28-as kőnél Beretyújfalu és Derecske között van egy trafipakt, ezt pedig Figura küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, és csak akkor még egy gyors információ, ugye, mert többen kérdezitek tőlünk, és joggal, hogy milyen helyzet a rendőrségi nyilatkozattal. Ugye tegnap beszéltünk a pécsi rendőrség kis tulajdonképpen spotjairól, ami ugye bűnmegelőzés szolgál, és kielemeztük ezeket a spotokat, hogy szerintünk ezeknek mi az üzenete. Szeretünk volna nagyon megszólalót, hogy valaki vagy az ORFK-tól, vagy a pécsi rendőrségtől mondja el, hogy kik csinálják ezeket a spotokat, kik nézik meg, kik veszik át, konzultálnak-e szakértőkkel. Egyáltalán mi volt az üzenete, mert szerintünk ez a dolog kicsit félresiklott. Ugye nagyon sok internetes portál is foglalkozott vele, és tegnap mi is. Nos, a helyzet az egyébként számomra egészen megdöbbentő, hogy a pécsi rendőrség tegnap Julinak azt mondta, hogy szervezik a nyilatkozót, de egyelőre még nem tudnak kitadni. Tehát nincs, aki nyilatkozzon, és az ORFK is azt mondta hosszú levelezés és telefonálgatás után, hogy egyelőre még szervezik, nézik, keresik, gondolkoznak rajta, hogy ki nyilatkozzon. Úgyhogy döbbenet, de hát mégis elkészült ez a három film, és azóta nem találtunk egy nyilatkozót se, aki elmondaná nekünk. És itt aztán tényleg nem arról akarunk beszélni, hogy miért, meg ennyi pénzből, meg annyi, hanem egyszerűen nekik mi volt az üzenet, és mit gondolnak a közfelháborodásról, valamint szerint forgatnak-e újat, és annak már más lesz az üzenete. Ugye, hát ez a nemi erőszak, tehetsz róla, tehetsz ellene, itt leginkább a tehetsz róla mondatról beszéltünk elég hosszan, hogy szerintünk annak az üzenete kicsit félresiklott. Megoszlanak a vélemények, persze nyilván lehet, hogyha valaki kihívóan öltözik, sok érv ellenér volt, nyilván az erőszakról akkor sem tehet az, akit megerőszakolnak semmilyen körülmények között. De nem, nincs nyilatkozó. Érdekes, ami megdöbbentő. Bőven elég lenne, hogyha vagy lett hol, ahogyha az nyilatkozik, aki a forgatókönyveket készítette, mert amiket aztán nyilván elfogadtak. Na jó, hát lehet, hogy ő kapott egy megbízást, érted, hogy ír egy ilyen forgatókönyvet, akkor már ő nem tud nyilatkozni. Aha. Vagy maga a rendőrség, hogy mi az üzenet lényege, vagy hogy csinálnak-e újakat, ezeket egyébként már levették ezeket a spotokat, tehát nincs is az, hogy ők most kiállnak emellett, és azt mondják, hogy igen, továbbra is terjesszük azért, mert erről ezt gondoljuk, hanem levették, nehezen elérhetőek, kérdés, hogy készülnek-e újak. Jó, minden esetre nem megyünk el a dolog mellett, mi továbbra is szeretnénk valakit a rendőrségtől, akivel tudunk beszélni, hogy most a pécsi rendőrség, az ORFK igazából teljesen mindegy. A lényeg, hogy Juli továbbra is pitbullként rajta van, hát ha nyilatkozik nekünk valaki holnap. Megvárjuk. Megvárjuk, igen, nem adjuk föl. Na, hát kedv van, ez pedig ugye egyetlen egy dolgot jelentett, hogy megérkezett hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Wow! Kakakasza TV, kakasza TV. Hey! TIBI! TIBI! Na most aztán úgy felhoztunk, hogy ennyire nem hoztunk föl, már nagyon régen. Most gondolja, ehhez képes bejelenteni, hogy figyeljetek, rohadtul nincs témám, nem bőki semmi a csőrömet, és nyugodtan hívogassátok a rendőrséget, mert mentem. Egyébként egyszer imád. Egyszer kicsit imádnám. És tényleg kimennél és elmennél. És azt mondja, hogy jó, egyszer ez is belefér. Három év után miért ne? Csak nem azt gondoltátok, hogy nincsen témám. Nincs. Rohadtul is, na szevasztok. Jó, egyszer megjátszuk. Akartam el a Vikinek ez a vásárló sztoriához ráfűzni valamit, de előtte el kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus érzés, hogy most szembe ülsz velem, ezt nem látják a hallgatók. És tudunk szemezni.
és tudunk szemezni, flörtölni, puszit dobálni. Vagy mögötted ott ül a feleségem, tehát ha kicsit dobok valamit, nevet magadra. Ez egyet tovább megy. Nehogy visszadobjál egy puszit, mert nem neked. Tehát az előbb, amikor már egy ilyen fél puszit így átcuppantottál, az még a Vikinek ment a vállam fölött? Fura volt, hogy megnyaltad a szádat, és akkor integettem, hogy nem neked neki. Nem, elkaptam és levittem őrre. Levitted őrre, igen. Mit akartál mondani, rendőrség? Igen, nem, hogy a Vikinek ez a lopó sztoriához, hogy én meg másba futok bele, és hogy jön most ez az ünnepi karácsony szezon, egyre inkább ez fog majd jönni szerintem. Álltam a sorban, aki cuccaimban, nem tudom, bevásároltam párommal, és volt benne ez a mosópor, mosogatószer, ez az amaz, és egy bácsi, nézem, hogy feszülten nézi a kosaramat. És mondom, hát rákérdezek, hogy mi tetszik. Nem vagy kosáririgy. Nézegessük, és megszólalt a bácsi, hogy mi ezt a mosószert vette? Miért ezt a mosószert vette? Hát mondom, ennek az illatát szeretjük. Jó, mos. Ezt szeretjük. Akciós. Mondom, nem akciós, csak hogy mi ezt szeretjük. Ha, na most akkor nem értem. Olyan nem akciós, akkor. Hát mondom, nem, ugye, ez a legolcsóbb. És elkezdtünk így beszélgetni a kosaram tartalmáról, hogy minden jó van a kiválasztva benne. És nagyon picit, hogy leszereltem, ott álltam ilyen nyomorultó, mert nem tudtam átállni másik sorba, de azon kaptam magam, hogy 5 percig álltunk a sorba, és a bácsi az még van értetlenkedve, hogy még nézett. Ha, nosztalgia parizer, hát még ott a gazdaságos. És így nézegette, hogy mi van be. Tehát így finom, kielemezte a táskádat végig? Végelemezte, nézte, szemezett a cuccokkal benne. Tehát ez egy típus? Nagyon ez egy típus, én is ismerem ezt a típust, egyik klasszikus ilyen történetem. Édesanyám kint gyomlágatott elől a kertben, egyik kedves ismerős, egy pár házal lejjebb lakó idős ember. Arra sétált, megállt a ház előtt, így. Aztán maguknak minek ekkora ház? Ne hülyéskedj! Hát egy ilyen szép nagy kockaházunk van, de semmi extra, vagy volt. És akkor így, hát édesanyám, sokan vagyunk. Na viszontlátásra, tehát, hogy aztán minek maguknak ekkora ház? Igen, miközött jó, hozzá. Hát, igen. Jó, hát vigyázz ott a pénzedre. Dumáljuk már meg minden. Vigyázz a pénzedre, a kedvencem az, amikor a kasszás vigyáz a pénzedre. Olyan, engem már küldött egyszer vissza a kasszás, hogy ne vigyek 2-t, nem tudom melyik ásványvízből, mert ha 6-osat veszem, akkor az fajlagosan, és szó szerint visszazavart a vákumcsomagot 6-osért. És ilyen lehajtott fejjel így batyogtam, visszavittem a 2 vízemet, hoztam. A maga tudja, elnézést kérek, maga vásárol nekem, tudod. És ráadásul az egész sor utál olyankor, mert addig áll a kassa. Konkrét mögötted állnak. Ezért jó, ha tudják rólad, hogy vevő vagy a különböző voucherekre, a vonokra és akciókra, mert én például, ha egy bizonyos benzinputhoz bemegyek, akkor mindig készítik az aktuális újságot. Jani? Már vágom is. Mi tudják, hogy is igen. Kivágják belőle a kupont, amivel olcsóban tudok tankolni. Yes. De mert hallgatják a műsort, vagy mert sokat jársz oda? Vagy hallgatják a műsort, hogy van-e, hogy gyűjtesz kupont? Tudják, és bemegyünk, akkor már készítik az újságot, az aktuálisat, kiveszik belőle a kupont, és már le is számolták belőle. Itt benzinkutakon akkor pont az ellenkezője történik, mert nekem meg azt mondják, hogy halljuk, te nem. És nem kérdezik meg, de nálam meg tudják, hogy utálok. És mondják, hogy nagy lesz a jött, vagy. Halljuk, te nem, mert hogy tudják, hogy nem semmilyen shoppos kártyám nincsen. Vagy a Balázs bemegy, tudod, egy csomag rágóért, és Sebestyénul ne 20 000-essel, ne 20 000-essel, nem. Már meg kisebb cím, még a zsebében nyúl, és már mondják, kisebb nincs. Te személy. Jó, de nem, a furcsa vásárlói morál, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Egy picike közlekedési morál mind időnként hozom, és na, most az ünnepek előtt a rengeteg útfelújítás miatt megint kell, hogy hozzak egy égetőt. Nézd meg. Aha, figyelünk. Függők. A két net függő, a komment függő. Mert most ott van a barátod veled, szembe tartsad vele a kapcsolatot. Én 3 évig néztem a szemedet, és rám se szartál. Én meg azt néztem az SMS valami, hogy valaki örül-e neked. De nem. Én vagyok itt a te barátod, hidd el. Én figyelek. Én tartom a szemkontaktot. Az milyen mély víz, amikor a Balázs a barátom, nem? Tehát, hogy a mély víz csak úszoknak. De tudom milyen, amikor nincs szemkontaktus. Azért próbálok veled kegyes lenni. Tudom, hogy ez nem jó. Nagyon furcsa, hogy 3-ból 2 ember éppen nem WhatsAppol valakivel. Uh-huh. Jó, egy kicsike besorolási morál. És én, halló!
Téged is szeretek. Egy picike besorolási morál. Ugye rendkor lezárások vannak, sáveltolások, elhúzások, nagy dugók, most ezek várhatók itt azért az ünnepek alatt. És ebben szerintem kimondottan hátul vagyunk. Tehát ilyenkor nem tudom, hogy ti hogy milyennek látjátok ezt a beengedési, besorolási morált, de szerintem javítható. Nem? Szerintem gyilkos. Pont ilyenkor mindenki meg akar ölni, senkit nem engedsz be, félsz, hogy elviszik az utolsó kenyeret. Itt nincs cipzár effektus, itt semmi nem működik. Főleg karácsonykor. Pont ezt akartam szóba hozni, ugye, hogy mi van ilyenkor, kettő verzió van. Aki abban a sávban megy autóval, aki abban a sávban megy autóval, amelyik nem szűnik meg, tehát ő jó helyen van, ugye, köszöni szépen. Na most az hirtelen ilyen farkasvakságot kap, bámul mag elli, ő nem vesz észre senkit, aki be akar sorolni. Elviszik a mikrót? Ha beengedem, ő nem néz sem erre. Sem nem mer rád nézni. Mereven néz maga elé, sehol nincsenek autók rajtam kívül a világon. Tehát néz előre, most mindenki, aki éppen forgalomban ül, tegye a szívére a kezét, mind a két oldalon látunk már. Sőt, jobbról látod a csorolnának, nézel balra, hogy jaj, ne, ez páva. Mész, nem tudod, tehát semmi, bármi. Aki meg sorolna be, az meg ugye nem azt csinálja, hogy kultúráltan szépen egy innen, egy onnan kérdezkedik, hanem... Mert sose engednek be egyébként, ha nem dúrod be az orrodat. De erre fogunk mindjárt kicsikét beszélgetni. És oda akar szintén, hogy hello, köszönöm szépen, mindegyik, és nem tudsz odaíteni. Mert nem néz oda. Mert ő így áll, érted? Persze. Ne haragudj be... De mondom, aki be akar sorolni, az is... És ugye minél nagyobb az autó, annál bátrabban húzza ugye azért be, mert akkor harc. Na, hogy erre van... Drága autós társa, drága kollégák, vezető társak az utakon erre. Van egy elv, amit úgy nevezünk, a cipzár elv. Kezdjük el ezt most együtt elsajátítani az ünnepek előtt, hogy ne kell senkit fölrúgjunk műholdnak. A következőképpen néz ki, mondd el te Balázs, hogy te vagy a szavak ember. Hogy néz ki pontosan a cipzár elv? A Balázs megy előre, azt akkor ő benne van a izébe. A többiek meg a cipzárjuk egy nyújtjára. Úgy néz ki, hogy ha nem engedsz be, akkor nagy baj lesz, mert szólok az orosz barátaimnak. Lehúzzák a cipzárodat. Az a baj, ez a cipzár elv, ez megbukik. Ugye a cipzár elv, hogy egy balról, egy jobbról, és szépen, mint a cipzár egy bemegy. Innen, egy onnan. Hát ez nem ilyen nem egyszerű. Kettő innen, hat onnan, nulla innen, egyelőre. Igen, csak a budapesti és a magyarországi közlekedési helyzet ezt megbonyolítja. Ugyanis mert itt nem arról van szó, hogy általában az egyik sáv elfogy és be kell, hogy enged, hanem általában abban a sávban tilos menni, az a sáv buszsáv, az a sáv egy szervizsáv, ahol te előre mész és az elején akarsz bepofátlankodni. Tehát nem a legtöbb esetben Budapesten ugye nem az van, hogy két szabályos sáv és az egyik megszűnik és beengedi, hanem valami ügyeskedés alapján te kimész egy sávból, építkezés van, és a sor elején megpróbálsz bemenni. Na és innen indul el a harc, hogy az úgy érzi, hogy te oda jogtalanul jutottál el, záróvonalon, busszal, stb. Nem enged be, te viszont be akarsz menni. Mert én is kivártam, ugye én úgy vagyok fel. Igen, te is kivártad. Ki, ő nem várja ki. Igen. Hát ez az. Egy ilyen pont, ugye például, amikor mész a Hungárián és akarsz rámenni az M3-asra, a fölkanyarodó, ott elmennek a legvégéig, majd ott a lezárt területen berántja jobbra. És ugye te kivártad, tehát innen már nem az működik, hogy cipzár, hanem az, hogy rohadjál meg, én kivártam. Te miért mész be a szervizsába, ami egyébként le van zárva, csak fölborult két bója és bementél, mész a sor elejére, és miért válod el, hogy beenged? Egyelek. Tehát szerintem ennél ez trükkösebb. Hát ilyenkor cipzár el, húzzá a cipzárt a papára! Igen. Nem? Igen, nekem egy Németországban élő barátom mondta el, amikor én elmondtam neki azt a dolgot, hogy én mennyire fölhúzom magam azon, hogy nem köszönik meg. Nagyon, úristen, de utálom. És azt mondta, hogy ez tök nagy baromság. Mi? Mert hogy Németországban, hosszú évek óta kint él, ott nem köszönik meg az emberek. Ugyanis képzeld el, hogy itt jön a fura gondolkodás, és ha belegondolsz, nagyon jó a gondolkodás. Azt mondja, hogy azért nincs ez a kötelező köszöngetés, mert teljesen egyértelmű, hogy te beengeded a másikat. És annyira alap már a beengedés, aha, hogy nem megy ez a levilloglak köszön meg, egy balról, egy jobbról, egy balról, egy balról, és alap elv, hogy te be tudsz menni, aha, és nem is várják el, hogy megköszön. És mondta, fordított egyet a dolgot, és mondta, hogy bennem van a hiba, hogy én elvárom, hogy megköszönjük. És elgondolkoztam rajta, és óriási tanítás volt, ugyanis teljesen alap lenne, hogy beenged. Tehát te elvárod, hogy megköszönöd, de miért várod el? Mert azt gondolod, hogy valami olyat tettél, úri szívességet tettél. De nem. Ő azt mondja, hogy Németországban nem így van. És nagyon szenzációs a gondolkodás, azt mondja, hogy nem kell megköszönnöd, de nem is várja el, hogy megköszönd, hiszen tök alap, hogy egy balról, egy jobbról, egy balról, aha, és minden egyes sáv megszűnés, sávlezárás, építkezésen így zajlik, és senki nem köszöni meg. És mondtam, hogy nem cseszed föl magad, és mondta, hogy dehogy is, tök alap, hogy beengedem. Meg se köszöni, mert teljesen alapból működik, hogy te beengedsz. Mondom, úristen, de jó, benne van a hiba, hogy én meg fölhúzom magam. Nincs azt mondom, kicsit, igen. Csak ő kettőt ugrott, érted? Tehát a Németországhoz képest. Így van, jussunk el odáig, hogy mindenki beenged, és mindenki megköszön, és de utána jó a gondolkodás, nem? Hogy ne is várd el, hiszen
te egy olyan dolgot tettél meg, ami teljesen alap, hiszen ahogy megállsz a pirosnál, nem várod el, hogy a gyalogos megköszönje, hogy zöldet kapott, hanem elvárja, hogy megálljál, te se várod el, hogy köszönjön. Uh-huh. Milyen jó lenne, hogy működne. Igen, érdekes, csak akkor van zavar, amikor a török vendégmunkások mennek haza Németországból a nyári szabadságokra, és ott ez nincs. 50 balról, egy jobbról. Igen, ott ez nincs, de maga a mentalitás nagyon érdekes. Nekem, szerintem. Én a kettő között vagyok valahol, mert a címzelelmet szeretem, tehát azt gondolom, hogy egy innen, egy onnan. És amikor már jönne a második, hogy... Te a buszából, ő a normális helyről. De nem, én azt már nem szeretem, tehát ott már harcolok. Amikor úgy vagyok, hogy egyet beengedtem, és akkor ott a mammer még ott izét kap, fényt kap mögött. Hogy akkor ő is. Helyet hagyott. Nem, egy, most igen, én egyet beengedtem, majd mögém kis barátom. Tehát, hogy én most rossz fej vagyok, akkor nem, hogyha ennyi egy onnan. Az olyan, mint amikor jobbról kanyarodik valaki, és te mész egyenesen, és jobbról áll mondjuk 10 autó, és nem tud bekanyarodni jobbra kisívbe, hanem egy beenged, egy megy egyenesen, egyet beenged, én is egyet beengedek, de a következő elkezdi kitolni magát, akkor azt gondolom, hogy én jövök. Utána majd a mögöttem lévő megint beengedi. Egy jobbról, egy egyenesen, tehát ez tök jó. Viszont miért kerüli a szemkontaktust, aki mondjuk balról jön, és nem mer téged nagyon, beengedni? Nagyon miért nem mer átnézni? Hogy nagyon tudom kerül. Én ilyen, hogy mellé állok, és ilyen könyörgőre, ilyen kis francia buldog fejjel állok. Igen, átnézek rá ilyen francia buldog fejjel, tudod, hogy szállj meg, és nem néz át. Tudja, hogy tudod, rágyorsított az előtte állóra, hogy ne engedjen be, de nem néz át. És nagyon francia buldog fejjel van pedig ilyenkor. És tehát, meglátnál, megsajnálnál. Próbálsz valamerről besorolni. És nem néz át. Neki. Igen. Próbálsz valamerről besorolni. Most mindenki ismerje magára az utakon, aki most éppen ebben a pillanatban ugyanezt csinálja. Hogy látod, hogy valahonnan kéreckednek, és neked rohadt nagy dolgod van a másik oldalon. És nem engedett be, de nem nézel át. Nem néz, amarra, igen. Nem, amarra. Te igen. Éppen megláttál valami csodálatosat amarra. És onnantól kezdve 2 kilométeren keresztül balra nézem, mikor jobbra akarnak besorolni. Pedig gondolj bele, hogy mit veszítesz vele. Körülbelül egyébként 4 másodpercet. Sem. Még lámpát se, hiszen az ahol ő átfért. Tessék? Ez egy halveidet veszíted. Igen. De ha szabályosan jön, akkor egyébként semmi. Basszus semmit, és az ember néha bele tud pusztulni a csatába. Nem? Hogy rohadjál meg, nem? Vagy engem miért nem rohadjál meg, vagy engem miért nem? Nézd rám, és mutasd azt, hogy ne engedlek be. Vagy vállald föl a szemkontaktust, hogy nem mersz beengedni. Ez a sunyi nézek előre, és úgy nem engedlek be, hogy közben félek a konfliktustól, az nem jó. Akkor nézz át, és integess, hogy nem jössz át, kis barátok. Bocs, gyerek, már egyet beenged. Én ezt hozom, hogy beengedek egyet magam elé, meghagyom az egy autónyi helyet, bemegy szépen elém, és a következőt mutatom, majd utána kisfiam. Egyet, tehát én hozom, ugyanakkor én a kettő között vagyok, mert aki viszont, én tehát valakit beengedek, és az mondjuk azt egy rohadmányos kettőt nem villant nekem, úgy, hogy most gavallér voltam, annak nagyon utána tudnék menni, kitépem a kocsiból, félholtra rugdosom. Képzeld el, hogy mióta nekem ezt a német barátom elmondta, már nem idegesít. És tök jó. Gondolj erre, hogy ha nem várod el, akkor nem tud fölidegesíteni. De hiszen, meggondolj erre, hiszen mert te rendes voltál. Az elvárásod miatt leszel ideges. Rendes voltál, de mondd azt, hogy ugyanúgy vagyok rendes, hogy megállok a pirosnál, hogy hagyj menjen gyalogos, és figyeld meg, hogy azt fogod gondolni, hogy már nem ő a hülye, hanem neked jó, hogy nem idegesíted föl. Gondolj erre. Várjál, adj egy fél percet. Ah, ez hülyeség. Na, hogy... Tényleg? Ez egy nagy baromság. Ez mert egy az elvárás miatt vagyunk idegesek, hogy te elvárod, hogy mert köszönje meg. Mert te megteszel valamit, hát persze, hogy elvársz cserébe. De gondold azt, de hogy egy alapdolgot tettél meg. Ebben az országban nem alapdolog. Ebben az országban ez még mindig nem alapdolog. De az, hogy alapdolog vagy nem, az rajtad múlik, a te fejedben dől el, hogy ez alapdolog. Beengedlek, barátok. Most megmondom, hogy... tudod mi lesz? Na, ott mondom, mi lesz, 2 sáv van, a Balázs áll a rendes sávba, jobb oldalról szeretnének besorolni, ott fogsz állni egy fél óráig, mert mindenki be fog eléri, jó van, hülye gyerek, álljál ott. Nem, én azt mondom, hogy csak egyet engedek be, hogy a köszönés ne várd el, és nem leszel ideges, hogy nem köszönt. Szerintem nem rossz, nem rossz csavar. Akkor te meg se köszönöd, ha beengednek? De, én megköszönöm, mert félek, hogy megvernek. Te hülye, puhány. Nem, én megköszönöm, mert nem tudom, hogy ő mit vár el, de már nem húzom föl azon magam, hogy ő nem köszöni meg. Mondjuk ki a konklúzióját, hogy egyet balról, egyet jobbról. Egyet innen, egyet onnan. Nem 6-ot innen, 0-át onnan, meg erőködünk, ez egyszer biztos. A másik meg, hogy szerintem nálunk az egész konfliktus abból fakad, hogy mi nem azért megyünk ki az utakra, hogy eljössünk A pontból B-be, hanem azért, hogy igazunk legyen. Egyébként tök igaz. Egyébként így van. Félve kérdezem, hogy mi az ítélet, főnök úr, drága direktor úr, drága direktor. Azért kettes, mert tudtad magadtól. Hát persze, ezt mi már régóta így csináljuk, mi európai emberek vagyunk, tudod? Nem, neuralgikus pontra tapintottál fel. Ezzel, jó? Hármas szintű, persze, hogy hármas. Indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Az megvan, hogy bemondod, hogy 3-as szintű, elkezdtem szorongani, hogy ez most melyik, várjál. Nem kell, nem, félsz, mi? Nem mertem örülni neki, nem ez a rossz. Viszont... Gyerekek, egyébként 9:30 van, és lassan arra gondolok, hogy karácsony ide, karácsony oda, cipzáre, műsor, lopás, esetleg nincs témád? Rohadtul nincs. Itt látsz. Na cső, jöhet a best of. Egyszer a best of-ba. Egy,
egyszer, csak egyszer. Nem lehetsz benne, mert ez most van. De már egy, az elejéből, egy picit csípjen már. De más, a hónap reggel te vagy. De hónap reggel te vagy. De akkor senki nem hallgatja. Az igaz, azért is vettünk hónap reggel. Lesz szemetek vagytok. Jó pofa dolgot találtam, illetve inkább azt mondom, hogy fejtsük meg együtt, mert valami most nekem nem világos. Az én édesanyám, aki finoman szóval az internet világából... Ez már a témád? Aha. De van! Ez nem maradjon el. Igen? Jó, igen, igen. Aztán nincs édesanyám. De van! Igen. Hogy az én édesanyám, akit finoman szóval lecsúszott erről az internet korszakról, tehát ő neki, tehát elmondom, hogy én hogy küldök neki mondjuk egy linket, hogyha el akarok küldeni. Anyu, ezt nézd meg! A Facebookra négyen raktuk föl, ilyen papírcetlik vannak ráragasztva a monitorra, hogy enter, a return, tehát hogy minden így föl van nyilazva, és úgy küldök neki linket, hogy elküldöm, hogy anya, kattints ez alá. Elküldöm a linket, anya, kattints e fölé. És akkor kettő között így megtalálja édes kis bogárkám a kéket, és akkor azt így megnyomja, és akkor eltűnt, kizárt dolog. Na ez az én drága édesanyám, aki finoman szólva nem egy MZ pedig, és kicsit lemaradt erről az űrkorszakról, megtaláltam a Viberen anyámat. És nem tudom, mit csinál anyám a Viberen. Tehát aki a vonalas telefon világában... Jaj, rányomtam itt valamire. Jaj, szólok a Tibire. Megtaláltam. Berezek ez. Jaj. Megtaláltam anyut a Viberen egy olyan profilképpel ráadásul, ami nem is a Facebookos, tehát az se lehet, hogy összeszinkronizálódott. Itt van anyu a Viberen. Ilyen kicsit így mosolyog vissza egy ilyen erdőbe félprofilosan, tehát flörtös a dolog, tehát ilyen kicsit ilyen félig visszakacsint a Mátrában. Igen, látod? Tehát, hogy na, nem mutatom Janinak, mert Jan... Várjátok, már profilképet rakott föl, hát beszerkesztett, már van valami. Kijelölte át, tanul, föliratkozott Viberre, a mama haladó. Vagy fizet a szolgáltatásért. Felletörje a Pentagont. Nem, most az van, hogy nekem mindig gyanús volt egyébként, hogy lehet, hogy anyámnak egy ilyen kettős élete van, mert annak idején, amikor egy akciófilmet néztünk, mindig csak ennyit tudom, de hallottam, hogy mormog magával, hogy nincs is csőre töltve. Igen, vagy, miért nem a fejét lövöd, akkor nem tud elfutni. Tanuk nem vagyok a Matrixban. Na, anyám mindig mondta, tanuk nem maradjanak. Hogy kíváncsi vagyok, hogy anyám mit csinál a Viberen. Simán lehet, hogy van egy valami kettős élet, és valójában csak előttem játssza azt, hogy ő egy ilyen technikából kiszakadt ma. Nézzük meg úgy, hogy ráírsz, de nem mondod, hogy te vagy, csak írjál, hogy ön ki. Nem, ráírom, hogy szia, cica. De akkor tudni fogja, hogy te vagy. Anyámnak mikor mondom, hogy szia, cica? Jó, én is jól az anyámat, azért mondom, hogy igen, anyám egyből megismerni. Na figyelj, ráírom. De a profilképedet látja, nem? Vagy neked nincs fönt profil? Nem, nekem abszolút sötét. Szia, cica, áll-e még a randi? Jó, aha. Na. Aha. Áll-e a randi? Jó, ezt küld el, és nézzük meg, hogy mit reagál. Oké, elküldtem. Közben folytatjuk a témát, és akkor meglátjuk, hogy beugrik-e a csőbe, vagy bejön-e. Szia, cica, áll-e a randi? Elküldtem anyunak Viberen. Nem tudom, ki vagy, de izgalmasan hangzik. Briganti húzza francba. Na, de hogy egy picit innen akartam indítani a témát, megvárjuk közben, hogy anyukám ráharap-e a horogra, a szia, cica, áll-e a randi horogra, hogy vajon mi ugyanígy maradunk-e már a dolgokról, hogy az én édes drága anyucikám marad le szépen lassan a netről, mi hogyan öregszünk, hogy milyen öreg emberek, hogy milyen idősek leszünk majd. Egy picit elemezzük ezt, kicsit járjuk ezt a dolgot körbe. Hogy például mi már lehet, mi ugyanilyenek leszünk, vagy mi már nem fogunk így lemaradni dolgokról, mert mi már egy más generáció vagyunk, és mi már máshogy fogunk öregedni. Hát dinamikában mindenképpen. Tehát sokkal lassabbak leszünk, sokkal lassabbak, körülményesek. Kimértek, nem fogjuk egyébként napról napra követni az újdonságokat. De mi nem fogunk így lemaradni szerintem. Nem, szerintem nagyobb a szakadék a mostani generáció és a szülei között, mint a mi gyerekeink, és majd, amikor mi már idősebbek leszünk, nagyobb a szakadék. Tehát ők még egy tök más világban. De sokkal lassabbak vagyunk, mint ők. Egy 10 éves gyerek mostanában már úgy kezeli ezeket az eszközöket, meg szoftvereket, mint az állat. Megdöbbentő. Már hív anyám, itt most valami bukta van. Kihangosít. De már kijelzi a számodat. De kihangosítom, figyelj, most meg rámegyünk. Mert rá megismert. Hát... Anya, adásban vagy? Igen, tudom, mert hallgatom a rádiót. Csókolom! Anya, mit csinálsz? Halkítsd a rádiót. Mit keresett a Viberen? A Bori főrakott. Anya, a Bori volt. Itt nem jó, mert nem hallunk, de vagy visszaívlak. Tehát mondja, nem mondja. Ki az a Bori? A rádiót tessék kikapcsolni. Anya, halkítsd a rádiót. Lehalkítottam. Na. Ki az a Bori? Ki az a Bori? Hát én tudom, a húgom, te hülye. Ja. De mit keresett a Viberen? Mert azt mondta, akkor ingyen tudunk beszélgetni. Ja, spórolni mentél.
Igen, igen. De a büdös életben nem beszéltünk még a Viberen, amúgy is ingyen beszélünk, anya. Hát, vald be, hogy valami izé van itt, valami titkos flört vonal. Nem igazán. De ügyesség. Anya, mielőtt teljesen kibeszélnéd a szerelmi titkaidat, kiveszlek adásból, kimentelek, jó? De miért olyan jó benne? Vagy akkor itt leteszem a telefont, hogy hívott már ő valakit Viberen? Hívott? Használja? Jó. Hívtál már valakit Viberen? Hát, igen. Ne hazudj, annyira hazudsz. Jó van. De hívtam már két embert, igen. Na, jó van, hívlak akkor Viberen. És kérdezek, hogy Skype-ol, meg Facebook-ol? Skype-ot nyomod, Facebook-olsz? Nem. Messenger, WhatsApp? Nem, figyelj csak, én most a Morning Show Facebook-ján látlak, és a rádióba hallak. Úgyhogy most teljes a Facebookhoz. Anya, de csak óvatosan a bögdöséssel, jó? Tehát, hogy nem bögdössük a hasonló korosztályt. De örülök, hogy megtaláltalak, Zolikám, emlékszel-e még, mikor a piros mászók alatt összecsavarodtunk? Én a Balázs bögdösném. Itt vagyok, csokolom. Nem tudom, hogy kell bögdösni, úgyhogy... Mindjárt megmutatom, jó? És bögdösheted a Balázst. De megadom a számát, kezd el hívogatni. Jó, Viberen. Kezd el hívogatni Viberen. Na puszilak, anyám, puszi, csok. Én is mindenkit. Csokolom. Anyám rád mozdult. Jóféle mil? Figyelj, a lehet, figyelj, tehát olyat kapsz, megbolondulsz. Tényleg? Figyelj, tehát egy szilaj vágta nyereg nélkül, belebolondulsz. Nagy otthon van, mert? Ne hülyeskedj, tehát a gyerekkoromat megnyomorították a átszűrődő zajok. Jó, egy igent, egy nemet. Átszűrődő zajok, kinek a gyerekkorát nyomorították meg, Feri? Nálunk a disznók elnyomták az ajtót. Fett, Balázs? Hallottam mindent, persze. Jani? Engem elfrusztrált, inspirált. Az is jó. Ezzel túl vagyunk. Kinek az anyukája egyébként? De álltok családban hogyan van, aki így picikét leszakadt a forradalomról, és az internet egy picikét megkerülte? Hát figyelj, én anyukámmal úgy skypoltam, ő így próbál mindent csinált. Tehát Facebookozik, skypol, úgy Facebookoztam, hogy nem tudta összetenni a mikrofonját, ezért nekem volt hangom, de neki visszafelé nem volt hangja, és azt játszottuk, hogy 20 percen keresztül ültem Afrikában a szálloda hajában, levette az összes megabyte egységemet, anyám tátogott, én meg irogattam neki, hogy vajon ő most mit mond. 20 perc alatt beszéltük meg nagyjából, hogy ki hogy van, mi van, mert nem tudta bedugni a mikrofon. Majd kiderült, hogy nem szól a mikrofon, de nem is használta jól, mert nem volt letöltve a mikrofon applikáció, hogy nem volt bekapcsolva, élesítve, és ezért ült anyám, és mint egy hal tátogott, ő ugye próbált beszélni, engem hallott, és visszatátogott minden. Na hát ilyen szinten. De jó. De egyébként messengerezik, facebookozik, internetezik, tehát egészen jól veszi ezeket az akadályokat. De jók vagytok, látok, Ferenc? Semmi? Az én anyukám, az egy rendes asszony, az nem ilyenekkel foglalkozik, ez a Skype-on lóg, meg ilyesmi. Átjön hozzá a szomszéd, azt mondja, ő most 96, és azóta 20 éve hallgatom, hogy ő mindjárt meg fog halni. A Matil átjön reggel, is isznak egy pálinkát. Hát mi a francot facebookozzanak? Esküszöm. Se számítógépen, nincs se okos telefonja. Semmi. Nem feltétlen baj ez, szerintem. Sőt. Tehát nem vagyok róla meggyőzni, hogy boldogabbak vagyunk, ezt a sok szartól nyomogatjuk. Tehát, hogy sőt. Hát figyelj, szerintem két dolog van. Vagy tartod a lépést, vagy elveszíted a fonalat. Tehát szerintem én például a vágónál láttam az Istvánnál, hogy minden érdekelte. Tehát hogy mi a Facebook, mi mondtam, hogy PSP, behoztam, játszottam ugye a pókerre a szünetet, mindig PSP-ztem, hogy van, tanítsam meg, mi ez a játék. Tehát, hogy folyamatosan treníroztam magát. Mi ez a Mortal Kombat? Mi ez a kivégzés, mi ez a Sub-Zero? És Need for Speed-et tanítottam neki PSP-n, hogy kell játszani, és hogy kapatod el magad a rendőrökkel, és átvette, megfogta, tehát hogy folyamatosan tréningezte magát, mert azt mondta, összetörte, nem fizetek. De igen, így ellopta. Visszaloptam tőle az öltözőjébe. Nem, és ebben igaza van, hogy olyan gyorsan fejlődik minden, hogyha erről a vonatról egyszer leesel, akkor a te generációdat kevésbé fogod érteni. Nyilván, ha te sokat beszélgetsz a gyerekeddel, fogod, de hogy azért az nem baj, hogy te próbálod tartani a lépést, vagy hogy ezt a szüleink is használják, és Facebookozik, internetezik, megtalál Skype-on. Tehát szerintem ezzel nincs baj. Én ezt egy picit másképp látom, mert manapság már nem úgy van, mint annak idején volt, hogy mit tudom, minden a ezére épült a basic nyelvre,
hogy valahol elejted a fonalat, és mondjuk egy másfél év múlva ugyanúgy fel akarsz szállni, valahol felszállhat. Azt hiszed? Szerintem meg nem. Szerintem igen. Hát figyelj, nagyon nehéz. Különböző figurákat gyűjtenek, slangben beszélnek, saját szubkultúrájuk van. Ilyen tekintetben igen. Csak hogyha mondjuk ilyen felhasználói szintről beszélünk, tehát hogy mit tudom én, szoftverekről, meg alkalmazásokra, meg ilyesmi. Ezek annyira felhasználó barátok már, hogy gyakorlatilag bármikor el tudod sajátítani a kezelésüket, hogyha egy nagyon pici kis affinitásod van hozzá. Persze, elsajátítani, megtanulni elméletileg, fizikailag megtanulod, de azt a nyelvet, azt a szubkultúrát ismerni, használni, hogy most mit hallgatnak a tinédzserek, hogy miért megy most a kelemen kabátban, meg nem tudom. Egyszerűen erről kiesel, és jön egy 20 éves, mutat neked egy zenét, és azt gondolod, hogy te ezt már nem biztos, hogy érted. Hát, nem biztos, hogy neked szól. Mondj egyszerűt, amikor meghallasz egy keményebb zenét, mi mit mondunk? De megint dübörög a techno. Ugye mi nekünk, tehát a mi generációnknak, mi mit mondunk, a dübörög már megint az a hülye techno. Na most elmondom, hogy techno zene kb. 20 évvel ezelőtt volt. Tehát ez körülbelül olyan, mintha azt mondanád, hogy az a durva beat már megint dübörög. Tehát, hogy mi most mi van? Azok a gombafejűek. A dubstep, step, nem tudom, tököm. Tehát, hogy olyan sztorik mennek, tehát már a technóval, és amikor azt mondom, hagyjál már az a hülye beteg technóval, már ott abban a pillanatban te egy olyan lemaradás vagy, mert olyan stílusok beszélgetnek a fiataloknak, fogalmad nincs a Dub Funk House Club Dub nem tudom, zékről. Igen, de valahogy közben meg azért ez ezzel jön, hogy kicsit már nem érted, már más hallgatsz, már idősebb de vagy, nem már zavar az ajtódott. Nem akarsz, nyugodjál már meg, de vége hát az életednek, te megöregedtél ennyi. Igész. Na tessék, milyen öreg? Te voltál az, aki 20 évesek bulisztak és rendőrt hívtál rájuk, ahelyett, hogy átmentél volna egy gyűlöpál ügyel. Nyugi. Csendháborítás, hívjuk rendőrt. Skandalum, érted? Csak behoztam bökött csörömbe, hogy nem akartak kijönni és meglincselni a 8 bulizó fiatal. Teljesen normális. Na tessék, mi a lezárásképpen, mi milyen öreg emberek leszünk. Nézzük meg, hogy ki milyen típus. Hárman egy ellen megyünk, forgunk körbe. Kezdjük a legkisebb ellenállással, Jani. Bántsuk először. Jani milyen öreg ember lesz? Kicsi lányom, hol tetted a Machinehead CD-imet? Már megint nem találom őket. Zúznék már megint egyet. Francokat még. Olyan leszel majd, hogy jaj, ezt az akciós kup. A nagyon figyelni. Meg az, hogy belebénultam egy headbangbe tegnap délután. Hogy Jani, milyen típusú öreg ember lesz szerintetek? Tehát jön, mondjuk kinnül egy kis széken, és így számolja az autókat az utcában, meg a... Már megint erre jött a múlt héten is. Ez az autó már megint... Nem, azt nem gondolnám. Tehát, hogy azért 45-ösök néznek ki sokkal rosszabbul, tehát azért te fiatalon tartod magad sportolsz, tehát már nem lesz akkora szakadék szerintem a gyerek és a szülő között. Nem, te nem ez a vitatkozom a híradóval, és szerintem, hogy el lesz a külön kis világában, jön, megy, a Mónikával, a virág kirepül, és úgy kettecskén olyan helyesen megöregedve. Kirándulgatnak, jönnek meg, és a saját totálisan zár, de ugyanakkor részben mindenre nyitott világukban így elmozgolódnak. Ami változás tehát, lesz, hogyha idegent lát, most még nem lő rá. Meg annyi, ugye, hogy ha mondjuk nézel felnőtt filmet, akkor amihez most még mozgatottál kell a kezedet, azt majd megoldja a remegés. De egyébként, igen, a Parkinson-kor. Bízzuk a Parkinsonra. Igen. Jó, de mi nem fogunk így beszélni például, hogy jaj, drága gyerekeim. Dehogy nem. Így fogunk beszélni. Hát, figyelj, szerintem... Miért? Tudod, mi van? Hogy elindul majd az, hogy már kicsit itt fáj, elindul majd, hogy kicsit ott fáj, rájössz, hogy egyébként többet panaszkodsz, mint amennyi dolognak örülsz. Tehát ha meghallgatod a szüleiddel a beszélgetést, rájössz, hogy egy idő után azt hallgatod, hogy ők panaszkodnak. Nem így van? Ez fáj, az fáj, ez történt, az történt. Most... Te vagy az, ők elkezdenek újra lemenni gyerekbe, és te vagy az, aki felnősz, és megoldod az ő gyereki énjüket, amikor már nem oldják meg, fáj nekik, segíts nekik, stb. Mi történik? Te majd megéled azt, amit a szüleiddel, elkezdesz idősödni, te kezdesz el lemenni gyerekbe, rácsodálkozni, dolgokra nem érteni, és a gyereket fog téged egy kicsit újra gyerekként kezelni, mert ez az íve az egész életnek. Nézd meg, most mit csinálunk a szüleinkkel. Segítesz, ott vagy, mondod, viszed, nem oldja meg, stb. Mi történik 30 év múlva? Ott lesz a felnőtt gyereked, aki meg fogja oldani. Reméljük. És kicsit te leszel az, aki már kicsit úgy kinevet, öregedsz, nem értesz, néha értetlenkedsz. De az is jó lesz, szép jó lesz, nem? Hát ez az íve a dolognak. Édes kicsi szívem, James Hetfield 20 éve elment. A Leska Diamond már 60, hát csak te maradtál. Akkor megint a pornó meg a rock. Sikeresen. A pornó, a csöcsök, a pia és a rock. Tehát ugye ennél egy kicsit összetettebb dolgot. Az öregedés. Az öregedés. Akartam terelni ezt a dolgot, de mindig rájövök, hogy csöcsök, pornó, rock. Az öregedés a pornó tükrében. Tehát az öreg pornósztár. Tessék, hogy öregen majd az idős pornósztárokat fogjuk-e nézni? Nagyon érdekes kérdés. Rengeteg izgalmas kérdés van. Ezt még egyszer folytattunk el majd 2018-ban, amikor újra elhozom, majd mikor már nem emlékeztek rá, olyan rohadt öregek vagytok, nem emlékeztek rá, mi volt tavaly. Félve kérdezem, hogy az, hogy anyám rád mozdult,
a forgalom megreformálása és a vásárló morál megreformálása jogosan meg kell adni. Taps, ami jár, az sikolj. Jó. Ami jár, az jár. Jó? Megadom anyámnak a számodat, jó? És akkor hívogat. Add meg a vikiétük, majd kellemesen elveszünk. Abba csak egy telefon, abba csak egy telefon lesz. Jó, félem ír. Jó? Anyu? Aha. Figyelj, kapsz olyat, hogy nem marad. Aha, és akkor nála van a csöcsök a rom. Egy fürdőruhás képje dobját anyádra. Kikérem magamnak, drága édes anyucikám, ne hallgass ezekre a bunkokra. Hát ő mozdult rám, hát egy fürdőruhás képet csak átküld nekem e-mailben. Na, takarodjatok most már. 3-10 pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.